Na hát hatalmas szeretettel köszöntök itt újra mindenkit, szervusztok, visszatértünk, ismételten itt vagyunk egy újabb streamen, egy újabb Fazmó streamen, ráadásul egy teljesen új csapattal, képzeljétek. Most bevezetjük Dávidékat is, Dávidot, Gergőt és Pollát, ugye Polla már egy kicsit rutinosabb a Fazmóban, de most viszont lesz két teljesen új tagunk, szóval Dávidékkal fogjuk tolni a Fazmót, és ők szerintem több mint egy éve nem játszottak, még az is lehet, hogy több mint másfél éve, vagy több mint két éve, szóval nagyon durva. Az új update-ok teljesen kimaradtak nekik, sőt most is jött egyébként egy update, ami még lehet, hogy nekünk is új lesz, úgyhogy ezzel a csapattal fogjuk megnézni. Mindjárt visszamegyek hozzájuk hívásba, de viszont előtte nagyon szépen köszönöm Cigromnak, nagyon szépen köszönöm tényleg a rengeteg, de rengeteg bitet. Mi ez a train? Mi ez a train, ami indult? Még így el sem indítottunk semmit, de egy train az már indult. Szóval nagyon szépen köszi először is Bencének a 11. hónapot, aztán Natótnak a 19. hónapot. What? Köszönöm szépen, mindjárt meg lesz a 20, egy híján. Aztán Eskréketnek, szervusz ismételten itt közöttünk, hogy mint. Szuper streameket, jó játékot kívánok Bence, és még sokáig. Köszönöm szépen, mit sokáig a streameket? Nagyon szépen köszi. Nektek meg kellemes streamnézést, és örülök, hogy ismételten itt vagytok. Neilnek a 12. hónapot, ott van, meg lett az egy év. Nagyon-nagyon rendes, hogy köszönöm szépen neked is. Robinak is a 14. hónapot, mivel most valami évfordulónk van, emberek? Valami közös évfordulónk történik itt a stream előtt? Hogy tudjuk ezt definiálni, ezt a helyzetet? Szupinak is a 15. hónapot. Let me meow for you. Jézusom. Azt talán a hangommal a mai nap nem kéne erőltetni, pedig be akartam melegíteni a hangomat, mert még ma szükségem lesz rá, mert még narrálnom kell. Dekán de Lostnak az ajándék szubot. Neked is nagyon szépen köszönöm. Dekán, már te is hiányoztál. Amúgy nem tudom, ki lehetsz te igazából, mert ezt tudom, hogy ez csak egy álné, vagy igazából te vagy Dekán. Nagyon szépen köszönöm Rubennek is a biteket, Norbinak is a csírt, és Briginek is a rengeteg, de rengeteg bitet. Végre Fazmó Pollával, igen, tehát megint csak ismételten a csapatot szeretném bemutatni. Polla, Dávid és Gergő lesz velünk a mai nap. Már most tyúkoznak? Vagy mi történik itt? Igen, tehát, hogy így leszünk. Dávid, Gergő teljesen új, szóval most amatőr nehézségen fogjuk kezdeni, emberek. És meg kell nekünk mutatni, hogy milyen lesz a játék. Mert hogy szerintem teljesen kiestek a Fazmóba. Ráadásul azt mondták egyébként, hogy félnek is tőle, hogy azért nem fazmóztak, mert félnek a Fazmót. Félnek a Fazmótól. Nagyon szép. Szóval ez nagyon érdekes lesz. Na menjünk hozzájuk vissza a hívásba. Una momento. Hajolj hátra teljesen, állj meg! Benne vagyok? Jaj, de ijesztő! Úristen, a mennyire rám hajolsz! Azt az eget! Sziasztok! Ugye, menj le! Erre jövök vissza, mi történik itt? Jaj, de jó! Úristen, Jézusom! Kik csinálták ezt a játékot? Hát valami nem változik, látod az évek alatt, ez már akkor is ilyen volt, amikor... Milyen pocakja lesz, hallod? Nézd, milyen pocakja van! Tényleg! És akkor ilyet lehet ilyen moonwalkolni. Igen, hátrafelé, de minden irányba tud. Igen. Na mit szólt? Hát ez egy csodálatos játék, sok minden fejlődött, de a játék az nem. Na! Vegyünk cuccokat. Akkor de hogy tényleg, el? Jaj, tényleg a cuccok. Most el akartad indítani nulla cuccal? Tényleg a cuccok. Ez meg kéne pakolni. Felszerelés. Nekem nulla egész, nulla dollárom van. Ő nem tudom, hogy mit adtam. Megnézed, Bence? Igen, megvan mindenünk. Most minden nullába kerül, vagy most? Szeretném. Vagy hogyha neked ilyen protekciós vagy, akkor vásároljáltál már. Protekciós. Nekünk drága. De hol? Én nem látok semmit. Ja, de így már látom, oké, hozzá kell adni. Ja, értem. De már fullosak vagyunk. Jó, hát én amúgy sem tudok semmit venni, mert csöves vagyok. Sugar ma még bevásárolt, úgyhogy... Köszönjük, ready. Szépen. Kész vagyok. Rá kell nyomni. I'm ready. Státusz készen áll. Tip. És az angol. Minden Samsung itt kezdődött. Tip. Az első paranormális bejelentéseink innen származnak. Lehet, hogy kicsi, de rengeteg titkot rejt. Hát, srácok, na! Ezt is olvastam még el. És mi a helyzetet? Na, nézzek, hogy átalakult a kocsi, itt ez a taskbar, minden.
Régen ilyen szekrények voltak. Azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy kicsi, de rengeteg titkot rejt. Titkok kamrája. Mit hozzak? Mit kell? Mit kell itt a játékot csinálni? Hőmérőt, hőmérőt. Zsebrámpa, mindenképp, de nézzük akkor a feladatokat. Az a kék. Az egy mikrofon. De a gyerekre ne. A gyerekre. Igen, a harmadik szemét azt azért nem érni. Jó, vigyázz, ezt ne tartsd ilyen távolt, hogy tartsd a távolabb tőlem, ezt már nem bírom. A gyerek fejét, de! Úgy nincs egy menüsor alul, mint a Minecraftban vagy valami, nem is tudom, hogy hívják, ilyen normális játékszerű dolog nincs. Mi kell igen, még? Van hőmérő, egy kereszt azért az elfér, nem? Egy feszület. Egy elmef hát, mérő. Az ott, az az elmef. Én azt is hozok. Itt vannak a feladatok, három feladatunk van. Fotózz le a szellemet, elmefélővel aktivitást kell találni. Van nálam, és érzékeld, mozgás érzékelővel a szellemet. Az is kell. Melyik? Ez a nagy. Írja. Nézd itt, ez. Fotózz le a szellemet? Kéne fényképezőgép ezen. Itt van igen. Fényképező. Ja jó, akkor menjetek. De még először meg kell találni a szobáját, úgyhogy... Ja, az első. És jó, csontot kell keresni. És akkor ezzel a kis izével... Milyen sokan vagyunk. Játékkal... Melyik kell világítatok? T betű. A T. Ó, valaki hívja. Na, már most. Hív. Én nem hoztam lámpát. És ki az? Most ki telefonál? Halló? Na, ennyi volt. Ó, hogy is kell beszélni az elmeffel? Mert nagyon rég játszottam, Bence. Az elmeffel akarsz beszélni? Spirit box-szal. Bekapcsolod, és akkor utána a V betűt megnyomod, és akkor utána beszélsz velem. Oh, jaj, jó, oké. De most ez egy csodálatos dolog, és akkor addig. Amúgy igen, ezt fel is lehet oltani. Na, valamit megnyitod ott, valamelyik ajtó. Keresetek csontot, szóljatok, ha találtok. Ez az ajtó itt a garázs felé, itt érzékelek jelet, de csak kettes. Tényleg? Az is már valami. Ez gyenge, akkor nem lehet, hogy fölöttünk van, vagy ilyen nincs? Nem. Itt max alattunk lehet, egy pince van itt csak ezen a pályán. Lemegyek a pincébe. UV-t kéne még hozni, hogy megnézzük az új lenyomatot, meg ilyeneket, hogyha esetleg hagyott. Miért egy szellemnek, hogy lehet új lenyomata? Én csak hallgatom. Most ne keres értelmet itt. Még lábnyomatot is hagynak amúgy néha. De még mutatok neked valamit, ez lehet, hogy neked tetszene. Itt vagy a konyhában valahol? Mindjárt megyek. Enni lehet? Hát van itt, van itt egy... Megvan a csont, egy koponya. Mindjárt van itt egy nagyon érdekes kinézetű krumpli, ami fura hangot ad ki, hogyha megfogod és eldobod. Akkor először... ne föl. Ja, fotózzuk le, és akkor utána... Miért van ilyen... És hogy lehet megfogni? Kidobsz valamit a kezedből, és utána... Feje. De hogy a többiek vágják a csontokat, nem? Hallgatom a krumplit. Most krumplit mutattam nekik, úgyhogy az most pontosan. És most mit csinál ez a krumplit? Jó, mindegy, akkor felveszem. Nyugodtan. Fogunk még találni. Én itt érted, én itt de nem, ezen a mappon már nem. Várjatok. Én mond itt állok. Mondd a krumpli. Ha eldobod, akkor azt mondja, hogy... Várjál, hagyj hallgassam. Nyugdítsen. Várjál. Tényleg azt mondja, hogy oh. És hogyha eldobod háromszor, akkor Fortnite táncol. Mi? Nem, azt azért nem csinálja csak. Na, levágta a biztosítékot. Túl sokat dobáltad a konfliktát. Lent volt a biztosíték? Azt nem tudom. Lehet, hogy igen. Nem tudom, hol ott van, ott van. Egyébként a mosókonyhában van a szobája. Kinek a szobája? Hát a nagyimnak. Kinek a szobája? De ő hív? Vagy ki keresi már? Hallottassék. Itt van valami. Itt, ez itt a mosókonyha. Tehát feltehetőleg... A tárgyat nem találtam. Ma halt meg akkor? Nő lesz a szellem, én arra gyanakszok. Miért? Ja, mert a mosókonyhában van, vagy mi? De csak ez a ponton itt nagyon... Gyerekek, óvatosan. Befogom már a jól. Bence, elátkozott tárgyat nem találtál? Itt határozottan tényleg hideg. Nem. Igen, itt nagyon itt, kemény 10 fok. Nekem 6. 6,7. Várjál, van ilyen hallgatózó. Ó, fogta, megfogta, megmozdította. Bence, kell UV. Hozod? Jövök. Ajaj. Aha, hozok UV-t, itt van. Igen. Dávid, miket bezártak? De hogy kell kimenni? Hanyas. Ötös az elmek, nézzétek. Ez az. Nézd meg a izét, újra nyomat. Van-e? Hol? Ó, mit a kettőt nézd meg? Mi?
Az ajtó nem látok. Azt az ajtót, a másikon. Másikat? Ad se. Hát ez jó, de mi történik? Két hülye itt áll. Ötös az EMF, ez nagyon fontos ez jel. Jó, ezt írjátok be a naplóba. A J betűt megnyomjátok. A J betűt nyomjátok meg. Utána a bizonyítékok vagy evidence, és akkor ott egy ötös EMF. Are you here? És akkor igen. Give us a sign. Basszus, valahol itt van! Júj! Júj, ez mi volt? Nyugi, szólt, beleszólt. Beleszólt? Rám förmett, igen. Tényleg? Ezt le lehetett volna fotózni. Hát figyelj, én kérdeztem, és csak akkor a szellemkejelet mutatta, amikor blablabla, ennyit csinált. Akkor azt is be lehet élni. De ezért megkérdezem még egyszer, jó? Mert lehet, hogy behalusztam. De azt honnan lehet tudni, hogy ezek... Are you here? Hát ezek bizonyítékok, ugye, hogyha három bizonyítékot kell összegyűjteni ahhoz, hogy tud, hogy melyik ilyen szellemmel van dolgunk. Az EMF fölött az egy bizonyíték. Hogyha beleszól a Spirit Boxba, tehát amivel most Paula próbál beszélni vele, az még egy bizonyíték. Ah, és ami az én kezemben van, ez mit tud, Bent? Az a hanglokátor és semmit nem tud. De viszont, nagyon törékeny, úgyhogy vigyázz rá, nehogy eldobd. És drága. Viszont most X-el folyamatosan. És a rossz cseplámpát hoztad, ami nagyon kis gyenge, úgyhogy nézd, adok jobban, tessék. Ez jó, ez egy erősebb lámpa, ezzel látni is fogsz, ott van a földön. Lehet, hogy csak egyedül itt, szól, úgyhogy... Itt kint, itt ebben a folyosón. Hát köszönöm. Hát itt már nincsen semmi, és szerintem ez most elment. Nézzük itt a lámpát, hogy mi ez? Mi van, hogyha elment? De hát az a jó, nem? Hát nem kell ki. De nem, ki kell deríteni, hogy ki volt az. Meg kell nézni, hogy... De az miért jó neki, hogyha most... Nem, ez a feladat. Ez a játék, táj. De hát azért hívtak ki, mert valószínűleg paranormális dolgokat észleltek. Szerintem mi nem szellemírtók vagyunk, Dávid. Akkor minek jöttük? Hát ők is meg tudják mondani, hogy van-e itt szellem, vagy nincs, nem? Kell mozgásérzékelő. Oké, és akkor... A Spirit Boxot, nézzük már meg. Nézd, lehet... tudod mi, hol vagy, tök? Ezt letehetem? Vagy akkor ezt ne törjem el? Vagy ezt ne, ezt hozzad be, ezt a kis cuccot. Mi? És ez Dávid felvette. Akkor hozz egy keresztet, tessék. Ott egy kereszt. Azok már nevet fel, ez az én keresztem. És ez mit tud? Hát a kereszt az, hogyha leteszed a szobájába, akkor ott megvéd téged 3 méteres körzetben. Figyeljetek, valaki hozzon mozgásérzékelőt, hozok kamerát. Ez a mozgásérzékelő? Igen. Mondjuk úgy néz ki. És az F-fel tudod majd a falra rárakni. Jó, de várj, nálam ennyi már nem fér el. Itt minden tele fogunk szemetelni? Hozzatok, amit tudtak. Jó. Jó. Nem tudom, mit mondani. Hozzatok ilyen zsáját! Mit? Meghalok! Basszus, tényleg hánt van. Ja nem, ez csak Evan, ezt le kell fotózni gyorsan. És van valakinek fényképezés? De becsukta az ajtót. Hát nem szabad? A villogóban? Nem. Ja, csak Evan volt. Evan. Nem baj, elfutottam előle. Evan? Akkor el kell futni? A kutyáról meg a cicáról van egy kép, az bizonyíték? Ezt hozzad, mert ez jót tesz a szenitidnek, hogyha azt markolászod. Itt van nálam a keresztet. A józansági félben. Állapotodnak. Úgy itt nagyon hideg volt. De leheletünk látszott itt amúgy? Nem. Mert az is tud látszani, az fagyos hőmérséklet. Milyen jó ez a kis házikú. Hol vagy Gergő, azzal tudsz valamit, vagy Dávid? Amit adtam már azt a... Már nem nálam van. Akkor hol? Kinél van az a kis... Fel. De... Én átvettem a keresztet. Mert arra most szükség Úristen, van. Úristen, mi ez a szemetelés itt a furgonba? Minden össze. Hát ez szellem csinálta, nem én voltam. Na. Hol van az a kis cucc? Itt van. Oké, okay, és az ezzel... hőmérő helyett vigyek más. És ezzel mit csináljak, Bence? Aha. Azt hozzad ide hozzám. Ó, be kell tenni a szellem szobájába. Tényleg? Igen, van fagyos hő. Nem baj, azért megmutatom Dávidnek, szóval hozod azt a cuccot, legugolsz oda a földre a könyv mellé, és rányomsz egy F-et. F-et a könyvre? Hát nem a könyvre, hanem valahová talajra. Úgy. Ah. És akkor azon, hogyha azokon a fényeken átszalad, akkor látható lesz. Be kéne vinni egy spiritet megint. Nézzük. Úgy van fagyos hő? Igen, láttam. Igen, mindenkinek. A lehelete cigizik. Ez nagyon jó, és akkor ez most itt...
Viszont elátkozott tárgyat nem találtunk. Elátkozott tárgy még nincs. Azt még nem találtunk. Na de én hagyd csináljam még ezt a csillogó... Meg le kell fotóznunk a szellemet, és valami ugye mozgásérzékelő. Nem raktátok le? Lehet, hogy lehet fotózni? A kamera itt le van téve. Van fotókamera, és van sima kamera, és a fotókamerával tudsz fotózni. Megön a neve, úgyhogy megyek, beszélek vele. Mint nő most a nővel. Most várom, hogy jöjjön, nem? Meg hogy mész a kis rádióddal. Neked is kérem, amit taszkot adni, Gergő. Én itt állok, halljátok? De a mozgásérzékelőt mondtam, hogy lehet... nem volt. Nálam egy kereszt van, meg hőmű. Na, akkor hozzad a keresztet. Akkor hozzatok mozgásérzékelőt, mert az az egyik feladat. Hoztam, de itt van. Ide dobd be. Itt láttam, elmentem. Are you here? Kis diszkó. Tényleg van fagyos hő. Hideg van itt benn nagyon. Amúgy azt így... Csak egyedül lévő embernek válaszol. Akkor egyébként ezt is beírhatjátok a bizonyítékok közé. De most hogy? Miért zártatok engem? Megnyomjátok a J betűt, és aztán ott van a legaljén a freezing temperature, vagy a fagyos hőmérséklet. Amúgy az lehet, hogy láttam egy ilyen alakot ebbe a zöld valamiben? Tényleg? Ugye? Én is igen. Láttam. Arról Tuti? Beszélek, hogy amikor láttam. Bezártatok. Akkor jó. Az is bizonyíték. De nem lehet, hogy az csak az ő árnyékuk volt? Kapcsold már a lámpát! Ezt akartam kérdezni, de lehet, hogy csak magadat láttad. Nekünk az nincs árnyékunk. Na az egy bizonyítéknek számít. Tényleg átszaladt, láttad? Hát, akkor megvan, akkor megvan mind a három, ez Oni. Akkor Oni. Akkor Oni! Hát ez egyértelmű. És mi az, hogy Oni? Az Oni aktívabb, ha emberek körül van, illetve gyorsabban csökkenti a józanságot, mikor testet ölt. Gyengeség az Oninak, hogy ritkában tűnik fel vadászat közben. Ezt hol lehet elolvasni? A szellemtípusoknál, a könyvben. Ott van mindegyik a gyengeségük, meg minden. De hát mire ezt kiszámolja az ember? Na, belejössz, akkor gyorsan megvan. Mi ez a szemetelés itt a kocsiban tényleg? Hogy kell visszatenni? Úgy? Na, és ott csukogatódik az ajtó? Le kell fotózni már csak a szellemet, illetve meg kéne keresnünk az elátkozott tárgyat. Elátkozott tárgy lehet vudu baba, kártya, kis hangdoboz, vagy mi az? Aha, azaz. Szemedoboz. Mi van még? Van a vizsatábla. Ennyi? Meg Dávidnak kéne egy kicsit ennie. Itt egy kis gyógyszert. Egy kis gyógyszert, nyugtatózunk. De miért? Alacsony a sanity. Alacsony a sanity. És hogy lehet bekapni ezt a gyógyszert? Így. Azaz. Bevetted, nyugi, csak szemetelsz. Ja, ilyenkor csak így eldobja. Ja, jó, oké. Okay. Hogy görgyedtél, érte? Hát szóljatok! De olyan, mint egy valami TikTok srác a karaktered, nem tudom. Mert TikTok srác vagyok. Én vagyok az első halott, vagy a Gergő, kettő közül. Oké, és akkor elátkozott tárgyat kell keresni? De mi van, ha az egy mosógép? De nem, előbb sorolt a főnök. Hát, hajdú, akkor biztos. Na, miket kell keresni? Mondjad még egyszer. Voodoo baba. Ó. Ez a kocsi? Igen, bekapcsolta a kocsi. De hova akar menni vele? Riasz? Hova akar menni vele? El innen. Voodoo baba, akkor mi ez? Vizsatábla? Az hogy néz ki? Az a, tudjátok, ez a beszélős tábla. A szellembeszélős tábla. Az nem ózsia, vagy valami ilyesmi? Ózsia, vizsa, mi a kis szar. Igen, mondjad még. Akkor... Ez az, folytasd csak. Mondjad, ha mered. Van ilyen elátkozott kör, de... Igen, meg zenedoboz, az nagyon pici, nagyon néz észrevenni, illetve kártyapakli, ami úgy néz ki, mint egy betört képernyői telefon. És ez wow. Hol itt kell lenni a szállat közelébe, vagy bárhol? Nem, bárhol az épületben. Fú, hát itt egy pohár. Hát ezt... Már is felejtettem, mit lehetnek. Jaj, itt jó. Van egy kéz, nem? Vagy mi ez? Kéz? Kéz. Hát valami ízé van itt benne. Mi? Ez tényleg egy kéz? Hol? Az is Paula, ez valami új. Muti? Ez egy új elátkozott tárgy? Ha nem, ez az én kezem. Ezen van, még árcédula is van. Keze. Ott áll! Mi ez? Ott van! Lefotóztátok? Én fotóztam egyet. Mi ez? Kívánhatok valamit? Ez egy monkey izé. Le, hát ez egy majom kéz. Ez az enyém, ez az én kívánságom. Ez mi ez a kéz? Ez új. Szeretném csapdába ejteni a szellemet. Tedd le. Amúgy lefotóztuk a szellemet. Lefotóztam le a tárgyat. Várjál, tudok még. Szeretnék jó elmeállapot. Szeretnék biztonságban lenni, vagy szeretném elhagyni ezt a helyet. Kívánj már valamit. Igen, csak kívánj már születésnapodban, azt fújd el még utána valamit. Ez egy új elátkozott tárgy. Ez egy új.
Dávid. Jó, akkor szeretném látni a... Szeretném csapdába ejteni a szellemet, az nem jó? De. Oké, okay, kívántok. LOL, és van még kívánságom. Becsukodott az ajtó. Van még négy. Mögöttek. Van rottam. Még négy, hát ez monkey kívánság, igen. Monkey kívánság. Szeretném, ha többet tudnék. Nem akarom! Megölt a pollát! Várjál, akkor... Ne kíván most, Póla, vásárolt be rá minden pénzünk oda! Eldölt! Várjál, fel tudom támasztani! Mi? Tényleg? Én nem tudok megmozdulni! Prisztel! Itt vagyok! Halló? Na, feltámasztottam! Feltámasztottam! Ez az én monkey paw! Hogy? Ez miért? Az ujjait csukogatta le, azt csináltad, hogy így kívántál. Dávid, nyírt össze a gyorsan fölé, ezt köszönöm. Nem én nyírtalak ki, én csak... Mi ez a... Nagyon sötét van, de azt kívántad, hogy meghalljak. Gyere ki, mert már hozod a kezet is, meg minden. Menjünk innen. Ez az én kívánság kezem. Helyetek, köpt így el ide, tudtam olyan gyorsan tölti. Meghattam, most már fel is kertőt van. Mi volt volna? Mit értél át? Annyira sötét van, semmit nem látok. De fiétek is. Rakd már le azt a kezem. Azért, mert már meglettél átkozva a kéz által, mert túl sokat kívántál szerintem, vagy nem tudom. Az a kéz, kinyírt. Betettétek, hogy Onik, mindenki beírta? Be lett karikázva? Ha jó, hadd vegyek már levegőt. Nekem ki van húzva a többi dolog. De jó volt! Ez gyors volt. Ez az egy kívánság. Majom kezem. Mit szóltak hát ehhez? Oh. Azért ez nem minden nap. Nem ilyet még nem is láttatok? Hát engem is sosem nyírt ki ilyen kéz. És támasztott föl egyből. Hát de ez a két, amúgy keze. Én támasztottam. Ez a hoppá, feléleztem, bocsi. Na, ez annyira jól ment, hogy szerintem mehetünk egy közepes nehézséget is most. Oj. Csak ne öljetek meg, kérlek. És megmarad vajon a monkey paw? Igazából csak Dávid volt itt a legveszélyesebb és a keze, szóval nem ezt volt úgy veszélyes. Ezt nem tudtad, hogy ő lesz a legveszélyesebb? Szóval ja, azt... De nem, ez a kézzel, én nem csináltam semmit, én azt nyomtam meg, hogy szeretnék több dolgot tudni. Azt kiírt. Megölte Pollát. De nem, az már te hibád volt. Ti miért lebegtek? Az egyéb, én az én hibám. Tényleg, miért lebegtek? Jó, oké. Okay. Visszatértetek. Na, és akkor most be lehet vásárolni? Most már van Zsózsém. Nagyon szépen köszi közben Levko, neked is a biteket, az epikus jobbkéz, és még mellette a sok-sok másik bitet is egyébként Levko. Nagyon-nagyon rendes, tehát köszönöm szépen a rengeteg mennyiségűt, és sorry még csak, hogy most mondom, de most annyi minden történt, hogy nem tudtam korábban reagálni rá. Köszönöm, meg a technót is, mint mindig. Éleszteni, akkor újra kellett volna mindent vásárolni, mert nem tudom visszahozni. Ja, akkor nem kell vásárolnom, nem? Szóval annak... Vártam, hogy Dávid a streamet, csak egy dolgot szeretnék kérni. Dávid szerint mit jelent az a fogalom, hogy catfish? Ezt kérdezzel meg tőle? Oké. Okay. Igen, ezek újak. Azt kérdezik egyébként itt a chaten nekem, hogy Dávid szerint mit jelent az a fogalom, hogy catfish? Catfish? Dávid, mit jelent? Azok, nem catfish? Azok, akik előadják, hogy ők azok, de mégsem. Hát de, én így tudom, hogy erre is használják. De nem tudom miért, tudom miért. Nem lehet, hogy ez valami videódban elhangzott, hogy ilyesmi is? Én? Soha nem tudtam, hogy ki ezt a szót, hogy catfish. Akkor majd valami indoklás kapunk, hogy ez most miért volt. Nézd, itt vannak a megörökítve a szép emlékeink. Itt van például a monkey paw. Itt haltam meg, de jó emlék. Repül, ez a szép emlék, ez az, de ott csak egy ilyen kéz van, hol van a karakterem? Nagyon menők amúgy. Nekem ott vagy. Nem, hogy lehet nyomni a Reddit. Ja. Van mindenünk? Nem kell venni semmit? Akkor megjegyeztétek ezeket? Hogy ezeket kell keresni elátkozott tárgy? Amúgy kéne venni tényleg, basszus. Ez mi az, amit itt lehet húzkodni, ez a szint? Ez mi? Tényleg a tükör is van. Ez a százalék itt alattunk, ezek még, Bence? Nem a hangja. Igen, ja, az a hang, meg... Ja, Pola, még tegye egy kicsit be a bevásárlókocsiba. Ti is akkor tegyetek valamit a bevásárlókocsiba. Na jó, beteszem. Mondjad. Én beraktam mindent, ami nálam volt eddig. De mit jó, okay, mehet, lehet, hogy egy csomót mindenem. Elvesztettem, mert meghaltam egyszer talán? Vagy mi? Én már kész vagyok. Nem, hogy a felé lett akkor elvileg. Ahogy nézem, ott van minden be van rakva valamilyen szinten. Fej kamera? Mehetünk szerintem, én jót sporoltam most Pollával. Na, ennek az épületek igazán halálos történelme van. Mégis ki adta el ezt a házat, hogy
újabb áldozatokat szedjen? Mi? Mégis kiadta el ezt a házat, hogy újabb áldozatokat szedjen. Na. Nincs semmi? Mindjárt betölt. Jahahaha. Csola, monkey pa. Monkey pa. Azt mondja, hogy tisztítsd meg a szellemhez közeli területet füstölővel. Akkor az kell, nem? Ez a füstölő, ez a bogja cuccit. Meg a öngyújtó. És ez meg az öngyújtó is kell hozzá. Én azt majd csinálom, én hagyd tisztítsam majd meg a szellemtől. Csak hozzatok lámpát. Csinálja. Parabolikus mikrofonunk van. Van. Oké. Csak az átlagos eleme állapota essen 25% alá. Oké. Meg lesz. Ez már haladó? Hát először meg kell találnunk a szobáját, szóval ezt a hőmérővel érdemes a legjobban. Úgyhogy az, ha még van helyetek, akkor hozzatok. Ezt keressük, és ez már haladó, igen. Ujjjjj, haladó. Akkor ti menjetek, én majd kiűzöm, jó? Yep. Na. Amint megtaláljátok, én ki is űzhetem? Jó, igen, kifüstölheted majd a szobáját. Úgy, már alapból le van kapcsolva a biztosíték. Oh, igen, itt meg kell keresni. Nincs most itt majom kész. Jó, de lecsik ez a lépcső! Tényleg, ah, be is fingott alattam, igen. Hallod? Hol a biztosíték? Nem tudom, lejöttünk itt a pincébe. Így zárom, maradjatok csak itt. Megvan. Ne idegesíts! Megvan, bekapcsoltam. Ne villogj már, mit villog? Ó, oh, itt a voodoo baba! Na. A feje kicsit a falba van. Na, hagyj üzöm ki, hozz csak ide. Ezt le kell fotózni. Ne, menj odébb, menj odébb. Na. Imádom, hogy a falat fotóztam. És ezzel most mi van? Távoz innen, vagy mi? Ne, 14 még... fok az normális hőmérséklet. Aha. Elég hát az hideg. Kicsit didergős. Igen, amúgy. Szerintem is, de hát... Mekkora garázs? Csak a mínusz számít. Ja, jó. Hát mondjuk, hogyha mondjuk ilyen 4-5 fok körül van, akkor is ez azért már az már... gyanús. Igen. És akkor most meg kell találni még mindig a szellemkének. Itt van fent is? Aha. Csontot keressetek. Ajaj. Hogyha valami emberi csontot találtok, azt le kell fotózni. És elméletileg az a szobája, ahol a csont van. De nálam ugye? Nincs kamera. Nálam itt van. Már 8 fok van, itt nagyon megy lefelé. Ez itt valami, ráadásul borogat itt valamit, úgy hallom. Legtöbbször itt ezen a folyosón szokott lenni amúgy. Ezen a pályán. És mit keres itt? Ó, itt egy csont. Na? Na tessék! Lebajtotta egy... Na tessék! Anyas. Hármas, még csak hármas. Vigyázzatok! Nem itt lesz? Ez egy lapocka. Nem szép ez a csont. Babalapot. Hol van a lapocka? Csak pocka. Na, hol, megyek. Hol látjátok a... Mik ezek a hang? Nyitotta az ajtót. Új lenyomat kell keresni. Aktív, igen. Hol van a csont? Úgy. Már felszedtem. Ja. Dávid igazolta az. Hol a csont? Lecsapta a biztosítékot. A biztosíték garázsban van, én megyek kameráért. Jó, egyébként biztos, hogy ez a szabálya most, ahol itt borogat. Itt láttam, le is esett egy kicsit a hőmérséklet. Hármas az elmef, ez a... Felállt a bögre, csak így az ágyon, magától. Ó, azt hittem más. ezzel játszik a legtöbbet, úgy látszik. Felállt a bögre. A hátamon. Mi? Hozom a kamerát, ez mi volt? Mi van? Beleugrott az arcomba. Nem akartok fölkapcsolni a villanyt? Én már fölkapcsoltam, csak utána le is oltódott. De én lent van a biztosíték. Én bebújtam a szekrénybe. Én már feljövök. Valami gyógyszert be kell vennem erre, mert én már ezt nem bírom a idegekkel. Na várjatok, hadd rakjak le egy kamerát. Ide leracsom. Na jövök, hello. Feloltottam a biztosítékot, vagy mi? Király vagy. Aj, búg a telefon, valakit hívnak. Ki volt? Na megint ki nem némította le magát munka közbe? Ezt kinyitotta ki? Nem én. Hát valószínű az, aki itt keresünk. Mit csinálsz itt benne a keresztemet? Betoptam a izémet a keresztemet. Na gyere, bújjunk el ide, itt nem találhat meg. Valakinél van UV, nem? Nincs. De hogy Isten, mert elvittétek. Ja, itt van tényleg a földön. Tényleg itt van a földön, csak valaki ledobta. Jaj, de jó. Ez mi? Ez mi? Búg. Búg a rádió, srácok. De melyik rádióhoz, hol van? Gyere be a szekrénybe inkább, de... Hol van rádió? Nagyon hangos! Ez valami, nagyon aktív ez a szellem. Nagyon, nagyon irint.
Itt van az új lenyomata, valaki gyorsan fotózzon. Dávid, nem tisztítottad meg a szellem közeli területét füstölővel? Dávid. De hogy kell? Hát, gyújtsd meg! Gyújtsd meg a jointod! És akkor menj be a szobájába! Az új lenyomatot megégette! Honna? Valaki fotózza már le az új lenyomatot, basszus! Á, nem vagyok pont bent! Várjál, jövök! Jaj, nem spirit box. De parabolikus mikrofon is kell, nincs ennyi keze, valaki egyébként... jöjjön be hozni. Are you here? Egyébként, are you here? Egyébként, mit akartam mondani? Ja, ezt beírhatjátok a bizonyítékok közé, hogy fingerprints új lenyomat. Fingerprints. Lefutóztam, genyó! Juhú, na cső! Juhú! Új lenyomat? Igen. Hozok ingyom-bingyomot. Bence, ha már ott vagy... Ez egy gabagó szellem lesz, megállt. Lekapcsolod a szobában a villanyt, hogy lássam jobban a szellemgömböt. Igen, csak már meg kell kérdezem, hogy... Tényleg, Gergő, nem akarsz vele beszélni? Tessék, itt van a Spirit Box. Valamit csinálj. Próbáld meg, te. Itt vagyok. Ott van a földön, meg kell fognod a kezedbe. De már tetszett, már tisztítottál! Hányat fogsz még itt elfüstölni, de hány? A bagós, nézd meg! Menj be a szobájába, de úgyhogy egyedül legyél vele. De mindenkinek válaszol el. Jaj, kapcsol le a lámpát. Jane Harris a neve. Oké, és akkor megnyomod a V betűt, és megkérdezed, hogy mit tudom én, hogy are you here? Are you here? Valami más. Give us a sign. Így mutatja, hogy kiikszelott valamit? Tehát, hogy valamit reagál a Spirit Box ott a bal alsó sorokban, vagy X, vagy ilyesmi? Give us a sign. Mondj már valamit. Nem X-el, meg a szellemi el se csinál semmit. Semmit? Akkor lehet, hogy nem érzékeli valamiért a mikrofonodat, vagy? De hát a mikrofon ilyen felvillan, amikor beszélek. Most mondjad, lehet, hogy a rádiótól nem hallottam. Aha, most, új, megvalóban. Üvöltött egyet! Négyes. Az ajtó kiesett. Mi ez? Nem tudom. Nem féltek. Jó volt? Meg volt? Lekapcsoltam a rádiót, ezért mérges lett nagyon. Én hallottam ilyen hehe. Igen, mondott, vagy csinált valamit. Még kéne vele beszélni, akkor... hát ha valamit válaszol. A taszkot megcsináltam. De mondjátok, hogy mi... Már ott megint van, a szellemjel. Ott áll! Ott áll az ágy sarkába. Júj! Fussatok, bolondok! Megvan, lefotóztam Teddy, bejött velem szembe és lekaptam! Tényleg, három csillag. Három csillagos szellemfotót csináltam, aha. Na mi van? Na ezt honnan látod te? Ott fotókat. Van, bent a naplóba. Diary. Itt jött föl, suhant fel a lépcső velem szembe. Tényleg három csillagos, de nem látszik a fotón semmi. Mi eddig a bizony? Hát ez szellem, na. Hát ezt tudod, így szoktak elfogni, tudod, a valós tévés szellemkeresős műsorokban is, hogy egy ilyen... Ez egy jó fotó lett róla. Én akarok következőleg fotózni. De várjatok, mi volt eddig új lenyomat? És ennyi? Eddig itt új van, lenyomat volt... Csapat átlagos elmeállapota SM25%-alá. De ne vegyetek gyógyszert be, ne vegyetek be gyógyszert. Ja, passzus, tényleg. Jó. De ez miért? Ez miért küldetés? Hát nehéz küldetés. Akkor csak új lenyomat volt, igaz? Uh-huh. A Spirit Boxnál mi számít? Mert vibrált, meg mindent csinált. A Spirit Boxnál hogyha... X az nem beszél, yeah. Hogyha a szellemke mellette megjelenik. Igen, és akkor szokott vibrálni, hogyha elkezd eventet csinálni, vagy hántolni, és akkor megbalondul, szóval az ott nem számít, hogy mit az mutat. Nem működött a parabolikus mikrofon. Visszak be docot. Az jó lenne. Amúgy szellemgömböt én nem láttam. Ezek egy paranormális hangot a parabolikus... Paranormális hangot. A parabolikus mikrofonnal. Ez az a parabolikus mikrofon? Az itt ez? Ez itt, aha. És egyet az, már... amit kell csinálni? Hogy kell? Az annyi, hogy bekapcsolod, és lehet hallani mindent benne. Hát szóval... az jó dolog. És akkor Gergő, azzal kell érzékelni. Vagy? Itt vagyok. Mi volt? Megpróbálják vele megint beszélni? Aha, jó lenne. Jó van, megyek, csak mindig elfárad ez a karakter. De az annyira rossz. Sietek, Ja, Sanci, hello neked is, halli mindenki, aki most érkezett. Dávidékkal toljuk Dávid, és Gergő teljesen úgy értem, most bevezetjük őket a játékba, megpróbáljunk nekik megmutatni, hogy mit tud ez a fazmofóbia. Be addig. Nem... Hol van a parabolikus mikrofon, az merre van?
És nagyon szépen köszi Zordó neked is a Prime-ot, igazán megtisztelő. Is there anyone here? Show yourself. XM. Na, az jó, hogyha XM, az azt jelenti, hogy legalább érzékelt, amit mondasz, csak még nem válaszolt. Ott lesz a folyosó, Open a door. Mikrofon. Do something. Megint XM, nagyon XM. Illich. Kérdezz meg, hogy barátságos-e. Are you friendly? X. Azt jelenti, hogy nem. Nem tudom, Dávid, nem van veled egy szobába. Várjál, hallgatom, valamit mondott, csak éppen beleszóltál. Amúgy lehet, hogy... Hippipátja, jó, Dávid, köszi. What do you want? Most ha jövök be én is. Nem, csak X-et nyom. Pedig itt állok az ágyon, ahol volt. Látom, itt az ablakból. Annyira jó. Hogy tudtál ide fölmenni? Én belengedett. Nem, most teljesen. Where are you? Hát csak X. Csak. Lehet, hogy szobát váltott. Profiba képes, igen. Hát igen. Lehet, hogy haladóban is vagy. Haladóban. Akkor vigyük a kis... Ez most mi? Open the door. Csak X. Jane Harris, azt hiszem a neve. Jane Harris, are you here? Do something, as we are bored. Semmi, csak X-et nyom. Akkor lehet, hogy nem beszél egyébként. Néma szellem? Nem az a megoldás, aha. Mi volt ez? Könyvünk nincs még bent, igaz? Mi a? Vagy van? Van bent könyv? Valami törzúz. Törzúz? Dehogy is. De hallom, hogy itt mocorog. Szoba. Itt nincs hideg. Könyvet raktatok le? Ja, azt még nem hoztuk tényleg. Az nem baj, hogyha nincs hideg, mert akkor az azt jelenti, hogy a fagyos hőt ki kell húzni. Meg valószínűleg a spirit boxot is akkor, mert nem beszél vele. De hát az előbb még válaszolt valamit. Nem, mert az... Mi ez? Ah, itt van. Jézusom, de para ez a nyuszi. Szellemgöm sincs, meg docot se láttam amúgy. Hát úgy látszik, kiűztük. Annyi jó fotót emberek. Csináltam, hogy ebben nagyon sok pénzünk lesz, ha egyszer túléljük. Csak nem tudjuk, hogy mi a szellem, igen. Hát halljátok. Az ágyon az paranormális. Nagyon paranormálisan néz ki ez a nyúl. És hol van az a kis pittyogó? Azzal nem tudnánk újra megtalálni a helyét? Ez az elme? De, és itt van egyébként aktívaskodik most éppenséggel. Hozok könyvet. Könyvet? Kettőnél magasabbra nem megy fel. Fent? Hát rossz helyen keresik. Fent, bent. Igen. Nem, ez lesz itt a szobája. Nem váltott ő szobát, szerintem itt lesz ő, csak... Biztos? Jó, körbenézek meg. Csak megunt minket. Na, itt 8 fok van, hát ez elég jó. Igen, ez elég. De és az elme azért, mert itt van a kereszt? Hát a kereszt az nem kéne szerintem, hogy bezavarjon, ezt még nem hallottam, hogy a kereszt az bezavar. De lehet, nem tetszik ezt szállat. What's your name? Lehet fog írni majd a könyvbe. Nem, csak X-el. Are you here? Jó lehet tumpán hallani. A folyosó is csak 7 egyébként. Ó, felborult a bög. 6. Én a kinga izé! Elégett a kereszt! Mi? Beleharapott! Akkor egy hántot megakadályozott, akkor most egyébként jött volna, és támadott volna, de a kereszt az megvédett. Szerintem Gergő kell neki amúgy, nem, mert neki van a legalább. Nem, elégett a kereszt előttem, nekem ez elég volt, a papok azt mondták, ez rossz. Elégett a kereszt. Azért kell a Gergő neki, mert neki van a legalacsonyabb szemétie. Én vagyok a legőrültem. Hola, én áttettem ide most a folyosóra a kamerát, meg még egy keresztet. Ilyesmit, lehet, hogy itt is jöhet. Nézzétek már meg, hogy 25% alá esett össze. Nézem, szerintem. Már itt vagyok. Kipipált-e? Én már 20% vagyok. Most valaki meg fog halni amúgy, most van egy ilyen érzésem. Ti még mind 5... Dávid van 40, de Bence meg Polly, ő bőven 50 felett van. Bence 55, Polla meg 62. Jó, hát 16. Bence itt kell maradnunk. Polla, te nem látsz esetleg itt a másik kamerát, hogy... Átfutott, de meg tisztesen csökkensz, Dávid. Igen, hát itt van valami, szó... abban a szobában, ott volt valami ijesztő. Ijesztő? Nézem.
Hoppá. Kettő csak. Majd az fontos, hogyha támad a szellem, akkor bujunk el és kapcsol a lámpát, mert egyébként megérzi az elektromosságot. Általában. Modern. És akkor nem mindig, de. A kamerán vannak ilyen kis... pöttyök? Igen, most pöttyök. Az jó, az a ghost orb. És szállnak a pöttyök? Szállnak a pöttyök, igen. Na, jaj, de jó, ghost orb. De jó. Na, de jó. Na, Gergő megtalálta a nyomot. Yes. És akkor mit lehet még bepipálni a bizonyítékoknál? Akkor szellemgömb és új lenyomat volt eddig, már csak egy kell. Szellemgömb és új lenyomat? Na most, most kussoljunk. És ezt a szart kapcsoljam ki? Mhm. Ott van, lá, megy, megy, kiment az ajtón és becsukja az ajtót. Kiment. Csupa. Nagyon izés a kép. Jó, oké, visszajött. Elment. Valami jön, meg, jön még vissza. Igen, jön. Oké, most ment el szerintem. Jó, elment, igen, most már semmi. Fú, de ijesztő volt. Az ajtón megindult kifele. Hány százalékon vagyok? Hát ez olyan hülye volt. Gyere, itt álltál mellett. Rányította az ajtót és ment tovább. Amúgy ment ez visszacsuktuk, azt mondta, hogy le. Bence nagyon lementél. Nem pipáltak ki. Nem baj. Nem, vagy hát, nem vagyunk. Ez jó. Nem baj, kockázatos. Neked még vissza kell menned egy körre, Polly. Polly. Igen, nekem is. Vagy. Nem? Hát mert be kijöttem, de előbb be volt a végig és elment mellettem is. De még nem tudjuk az utolsó hát, nyomat. Igen. Mit lehetnek? Az EMF? Szellemírás? Szellemírás, mi az vagy a spirit box. Az a zöld. Projektor volt az a zöld, amin futkorászat, ja, 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 tudod. Azt leraktuk? Azt nem raktunk, nem? A másik szobába lett áttéve. Ez nem jó, mert nem látjuk a kamerán keresztül. Én nem látom egyébként a gömböket, tudod, hogy volt a gömbök? Igen. Köszönöm. Hát figyelj, szerintem ő kiszúrta volna. Na, mert ugye még nem látta. Így ahogy kimentetek a szobából, a képernyő aljáról ilyen nagyon pici apró gömbök lassan szálltak felfelé. Akkor biztos, hogy akkor az. Akkor az volt, na, igen. Nem hiszem, hogy viszont ilyet behalusztam, de lehet. A docot azt szerintem a kamerához kéne rakni, mi nem fogjuk látni, hogy átfut-e vagy nem sem. Nem megyek vissza. Nagyon ez ilyen. Mi volt ez a lámpa, vagy mi? Hol a másik? A másik kamera nem aktív. Az eltűnt. Amit a fejeddel ütnéd a billentyűzetet. Mi? Nyitódik a szajtó magát. Kinyílt az ajtó. Júj. De ez csak egyedül ott kísér. A szellemek így szoktak jönni. Tényleg ott nyitódik az ajtó. De ez nem elég bizonyíték amúgy. Még egy harmadik kell, hát nem tudjuk, hogy mi a harmadik. Hát ez még... És így nem tudjuk megfejteni a szellemet. Hát miért kapcsolod le a lámpát? Akkor valaki jöjjön velem is, mert... Á, jön, mi legyen? Már... Hát de akkor legyen az, hogy azt a taskot nem teljesítjük, beveszünk nyugtatót és megfejtjük a szellemet. Vagy megcsináljuk úgy, hogy először megcsináljuk a taskot, tehát lemegy a sanity-ing, utána beveszünk a gyógyszereket és akkor maga a sanity-vel újra megpróbáljuk megfejteni a harmadik nyomot. Jó, csak így veszélyesebb lesz. De mehetünk. Tehát akkor hogy legyen? Igen, mondjátok, mit vigyek? Menjünk először csak be, mert 25% alá kell esni azt. Azért én egy keresztet vinnék, jó? Mert ez... De az a baj, hogy csak a földön lehelyezett állapotában működik. Én dobálom de magam miért? Erőt majd. Hát így de működik a kereszt. A spirit boxot? Én... Miért? Viszek ilyen spirit boxot, vagy az mit tud? Akkor vigyed, abba szóval kell majd lehet vele beszélni. Akkor én nem beszélek. Ezt el lehet felejteni. És ez mi ez? Bújunk nem visszük át azt adott valamit a másik szobába, mert most rossz szobában van. Bújjunk be valami sarokba először, vegyük le a szanétinket, és utána... De, nekem de és honnan tudja valaki, hogy... Most hogy hát, állunk? Hát majd esetleg Gergő. Itt maradok, mert én 17%-on vagyok. Ide? Mennyi, ne, de menjetek ide, hát ide fog jönni. Mondod, hogy ssss. Kirúgászik a labda a srácok, a szobában a labda. Hú, de fiúság. Gyerekek, ide ez fog mi? Jönni a szellem, ha rá... Na, hát ez ki vagy erre a helyre egy tízéve? Miért jön a szellem? Én voltam itt előbb. Keres másik múlva helyet. Júj, na, most jön. Az ajtó. És most hova bújjak? Nem tudom, oda Pollához. Csak óvatosan... Csend! Mert ide csalogatod. Itt vannak lent, szellem, menjél le! Ott vannak lent! Ssss! Ott vannak lent! Ott vannak lent! Ott vannak lent, szellem.
Ugye mozgok, oda megyek hozzátok. Oda viszem. Dávid már 25%, a Bence 28. Hol még mindig nagyon magas. De mi van? Elment már. Mit sunyultak ott a sarokban? Már rég elment. Na ez nekem jó bóka volt, köszönöm szépen. Jó, megvan a feladat, srácok. Jó, most szedjük be a gyógyszereket. Ez az. Ki van, pipálom. Akkor szedjük a gyógyot. Jó, és akkor most megfejtjük ez a szellem titkát. Igen, a harmadik nyomot. A szellem titkát. Elhajintott. Igen, a voodoo-t már megtaláltuk, emberek. De most elettétek az összes gyógyszer? Egyet ettem. Én is jó, csak egyet. Hogy kell még, mit kell megfejteni dehogy is a szellem? Persze, jó, oké, az elején megettem még egyet, de úgyis a csapat szemét is számít. Most az Everage-et kell nézni. De most már csak három fajta szellem lehet, nem? Oké, okay, akkor ez én itt kimeredök. Meg a Hantu, meg az Obake. Igen, és a freezinget azt kihúzhatjuk, tehát hogyha kétszer elkatidasz a freezingre, akkor jó, már csak a Banshee és az Obake. Akkor kimeredök és nézem a dotcot a kamerán keresztül. A melyikre kell rákattintani, Bence? Csak majd ide freezingre kettőször. Ez a fagyos, én jövök. Először vissza kamerát. Várjál, hogy kell ezt rá oktojálni? De szeretem ezt a szót amúgy. Hogy mit csinálni? De hogy kell rátenni a kamerát ezt erre? Jaj, itt vagyok. Hát szerintem biztos, hogy akkor Dávid, nem az nem lesz. Az, hogy az Obake rémisztő alakváltó, amely képes többféle formát tölteni, még egy emberi alakot is fel tud venni, hogy magához mozza az áldozatot. Tényleg. A környezetén ritkán hagy nyomokat, de a másik meg valami lidé, vagy mi volt? Banshee, az valami, az éneklő szirén, amely arról ismert, hogy áldozatát ének. Hát ezek közül egyik sem volt jó, nem? Hát de lehet, hogy még a Banshee az, mert ez nem az, aki kiszemel magának, hogy ah, rám üvöltött. Szóval nem lehet, hogy... F. A Banshee sikításait új lenyomatot is néha hallani lehet a parabolikus mikrofonon keresztül. Néha. Ez nem volt. Csak négyes. Sikítása nem volt a Banshee-nek. Sikítás! Ah! Kettes. Itt van bent a szobában, mindig innen jön az ágyból. És te mit csinálsz itt volna? Fel kell az ágyból. Én mi csinálok? Vagy hát átdobjam az ágyra? Én nézem a docot, hogy átfutem ezt kamerán keresztül. Az a baj, ez a mikrofon, ez már el... Vagy mi az? Hogy hívják ezt? Kereszt, ez már meg lehet csúcsálva, ez már nem működik. Aha. Ott elmögötted! Piros! Nevetett! Jaj, de jó! Mi? Itt is volt egy hánt, itt is megakadályozott egy hántot, lol. Igen. Belevettek. Mondtam, hogy jó, hogy hozom. Belevettek. Keresztjei megmentenek. Tényleg? Négyes. Na már nincs elég mindenség. Nincs, nem tudjuk mi a harmadik nyom. Isten áldja meg, csináljon már valamit. Emberek, valami segítséget írjatok, hogy hát, ha valamit tudtok erre. Csatán. De új lenyomatot akkor néztétek? Azt mondja, azt nézte, azt már lefotózta. Parabolikus mikrofonnal mi? Menjünk és volt hallgassuk meg. Volt új lenyomat? Meg. Volt. Na Dávid, hozom mint a parabolikus mikrofonomat. Hova menjek, Bence? MF mérő. Játszik a labdával. Szellemírás nem volt a könyvbe? Nem. Sajnos nem. Bence, hol vagy? Hát jó, fagyos hőt szerintem kihúzhatjuk, nem? Igen. Hús! Júj! Egyébként van, de! Észrevett? Megölt? Igen! Ne! Nem ölt meg, vagy... Megölte! Megölt! Most ott áll! Most ez mi? Aj, megölt! És most itt szellemként tudok körbenézni? És te lettél az új szellem. Elvesztettünk egy deréki ügynököt. De ilyen nagyon kattogó hangja volt, mert nem engedtél be, mikor kellett volna. Ez mi ez a tubus? Só. Mindent elhasználtunk, hogy tele volt ez a fal. Nem értem, jaj, mi lehet a harmadik nyom. Én ha most így átkerültem a szellemvilágba, így most nem tudok segíteni? Szóval írás nem lehetett. Fagyos hőmérséklet sem lehetett, mert azt mondom, írás nem lehetett. Ja. Bocs, csak most írtak egyet, hogy írt a könyvbe. És nem azt, azt kérdeztem, hogy írt-e vagy sem? Hát nem tudom, Dávid, meg tudod nézni, te még benn vagy. Ja, mindjárt, én itt álltam veletek, de akkor nézzem még meg. Valaki de én azt már mondta, még egyszer nem hallhatok meg, nem? Nem, szellemkép már nem tudsz. Hát akkor hogy ki lehet játszani a rendszer? Akkor lehet, hogy megvan az írás a mi. Ez a könyv. Hol van a könyv? Bent a szobába, nem?
Ú, de nagyon sötét van, srácok, nem látok semmi. Az nagyon nagy baj, hogyha írt a könyvbe egyébként. Miért? Mert arra, hogyha ezt a három nyomot beírjuk, hogy ghostwriting és fingerprints, akkor erre nem ad ki semmit. Szóval, mi? Szóval erre ilyen szellem nincs. Akkor nem írhatott a könyvbe. De nem, nem, én úgy látom, hogy tényleg? Ez üres. Hogy ez üres teljesen. Akkor jó, oké, akkor kihúzhatjuk az írást. A szellemírást is ki lehet húzni. Jó. Akkor fagyos hőmérsékletet is kihúzhatjuk végül is. Spirit Box! MF5 is lett volna már olyan sokszor, hogyha, tehát hogy nagyon sokszor néztük, csak négyesig ment fel, akkor legyen ez a Banshee, tippeljük be. De érdekes, mert a Banshee-t... Jó. Még nem hallotta, igen, Dávid a parabolikusával, de... Nem sikított. Meg is az DOS projektor lenne, nem? Még azt se láttuk egyszer sem. Banshee biztos nem rontottátok el valamit? Én azóta nem láttam például a Ghost Orbot. Tudod, ez a Ghost Orb? Igen, én se láttam. Akkor lehet, hogy hoppá. Hallottam. De pedig annyira tökéletesen leírást adtál a Ghost Orb mi voltáról, szóval, hogy... nekem az lenne a furcsa... Leállítom hogy... a felvételemet és megnézem, ha nézem. Hány percnél volt ez? Ez komoly nyomozás. Jó. Igen, amúgy. Jaj, basszus. Mert simán lehet, hogy látta, hát nagyon rég nem játszott, szóval... 2019. Nem láthatta, úgymond ösztönösen. Csak mondom, hogy 19 volt a Steam szerint utoljára elindítva járt. És akkor se láttál. Nem. Temperature freezing? Valaki írta, hogy lehet, hogy az volt. De hát azt láttuk volna a freezinget már. Hát igen. Én is arra gondoltam, hogy azt láttuk volna, de... Igen. Még Spirit Box, még pofázni lehetne neki, hát ha. Próbáljátok meg ti. Nekem csak X-telt végig. Na jó, menjek még egy utolsó... Na jó, bemenjek még egy utolsó körre. Nagyon lement nektek ez a... üzétek, százalékotok, elmeállapototok. Le kéne nézni, igen, hogyha na, lezabálja. Bencének a... például 12%. Nem baj, majd most van nálam a füstölöm, tulajdonságok hogy... alapján is ki lehet találni, hogy melyik lehetett a harmadik. Majd a zsája megment. Jaj. Bezárodott az ajtó? Igen. Itt van amúgy a szellem pont előtted, itt sétálgat. Megy lefelé. Megy le. Lement. Ez egy ilyen öreg asszony. Elküldtem nektek a videót. Dobálja a dolgokat. Nézem. Most megy vissza a Bence. Van egy kasza a kezében, megy fölfelé. Milyen most érdekes. Lefelé. Eltűnt. Oké, akkor megnézem az írást. Nem, hallod Gergő, ez szerintem igen? Az volt, amikor a, rá, megnyomnyogta a keresztet, szerintem hát annak a szikrája. Még egyszer nem? Megnyomnyoghatja? Lehet, hogy a kereszt... Van írás. Van? Van írás, akkor rosszul látta Gergő azt a... Igen, mert hogy nézzétek már meg azt nézem, mert szerintem ez nem az, mert az sokkal lassabban... Akkor jó. Ez mi? Mi az, amit küldtél, lol? Ez fura, nem? De biztos, hogy nem szellemgömb akkor. Ez mi? Szerintem valami... nem parázs, vagy valami parázs. Mi az, hogy parázs? Ja, lehet, hogy a keresztet tényleg, akkor amikor nyomogja a kereszt... A kereszt többször. Mert ugye ott álltam, azt nem láthattam, mert akkor nem voltam kint. Akkor a szellemgömb az nem? Akkor nem szellem. Nem. Akkor a szellemírás? Hát ezek ilyen Szent János pogarak amúgy, hogy az őszintét megmondja. Igen, szellemírás, meg új lenyomat volt. Akkor eddig. Ez simán csak kopogós szellem, ahogy mondtam vagy démon, vagy Myling. Van valami Mylingja. Az egyik leghíresebb kísértet, mely zajos szellemként ismer, mivel tárgyak dobálásával félemlíti meg áldozatait, több tárgyat is tud mozgatni egyszerre, és nagy erővel teszi ezt. Gyenges, a Myling igen, majdnem egy... hatástalan egy üres szavában. A Myling egy nagyon zajos és aktív kísértet fajta. Vadászat közben csendes, gyakrabban kell paranormális zajokat. A démon meg az már kinyírt volna minket rögtön, úgyhogy szerintem nem a démon. Hát meg hát nem volt se freezing. A démon fél a keresztektől, kevésbé agresszív, ha közelben van egy. Lehet, hogy ezt is. De amúgy ezeket a többi bizonyítékot ez ilyenkor ki át kell húzni? Hát ami biztos hogyha, nincs az elmefasson. Ami biztos nincs, azt áthúzhatod, hogy úgy könnyebb keresgélni. Mert akkor csak a kopogó szellem marad. Én is arra tippelnék. És a Spirit Box az melyik? De, az a te... rádió, de nem, csak X-elt folyamatosan. Spirit Box, aha.
És az EMF mérőtös szint az se volt, nem? Nem, Bence néztem, mindig csak hármas volt. Akkor ez kopogós szellem. Ikahoz az kéne, hogy a Spiritboxba is belebeszéljen a kopogó szellemhez. És hogyha félve mindig csak X-elt, akkor... De próbálnál meg, te légy szíves, mert... Jaj, de hát nekem már nincs szerintem is gyógyszerem sincs, bemegyek, meghalok. Ú, kajak. A kopolla. Mert miket csinált még a... Tippeljünk. A kopó... Ugye a Mylingnál is nagyon zajos és aktív kísértett fajta a Myling is. Nagyon azt írják, hogy mégiscsak volt hideg levegő, és nem tudom, hogy hihetünk-e a chatnek nem emberek. Volt. Mindenki a szívére tette a kezét? De hol volt, lett volna? Nem, végig 20 akár. Hát ott voltunk végig a szobában. Nem, a szobában 8-10 fok körül volt, a lakás többi részében meg ilyen 18-20, de mínusz nem volt. Lehelet mikor látszott? Meg aztán tegyük hozzá, hogy kopogott ez a szellem. Nagyon sokat dobált, tényleg, igen, rendkívül dobálós volt. Meg ment lefelé és dobált. Szerintem akkor csak biztos, dobálós volt, de nem volt zajos? Zaja nem volt, hát csak de nevetett. Volt hangja neki. Na jó, tippeljétek be mondjuk a Portergeist, akkor ezek szerint, de én most kíváncsi vagyok, most hiszek a chatnek, és rányomok arra, hogy démon, mert akkor ezek szerint freezing, ghostwriting és fingerprints, és majd megnézzük, hogy kinek van igaza. Ha démon, akkor viszont hogy volt, amikor bezabálta a keresztet, utána nem támadott egy ideig, mert a démonnál az van, az a gyengesége. Hogy fél a keresztől, és kevésbé agresszív, ha közelben van egy. Hát de ez meg volt, kétszer nem? Is, kétszer is bezabálta, és nem támadott. Viszont Mylingus. Most... A Myling az a démon, vagy az? Nem, az nem tudom, mit kell. De a démont azt hogy hoztátok ki? Hát az a freezing, új lenyomat szellemírás és fagyos hőmérséklet a démon. És a Spirit Box sem volt, hát akkor, hogyha tényleg gyakrabban támad, mint a többi kísértet. Kétszer támadt eddig csak, nem? Egyszer megölte Dávidot. Hát meg azért minket is majdnem megölt. Nem tudom, mert... A legagresszívabb szellemfajta, és nem haltunk meg eddig, szóval. Csak X-elt, és Dávid sem hallott semmit, de a Spirit Boxot kívül... Én hallottam akkor egyszer ebbe a fülesbe, vagy mi az Isten. Visszamegyek még egy körre. Hát de három a Sanity, megyek vele, csak mit vigyek? Hát... Beszélhetünk abba valamibe, igen, meg akkor egy hőmérő kéne, de az már lesz ott bent. Ja, van akkor... Akkor hozzon még a Spiritboxot. Szerintem annyit kéne csak megnézni, hogy fagyos hő van-e vagy sem. Már nincs, akkor kiutszottuk a fagyos démon. Hőt nézzük. Na és megpróbáljuk. Az egyszerű lesz, mert ugye a leheletet, ha látszik, akkor fagyos. Tudunk egy olyat csinálni, Gergő, van nála még ez a füstölő. Ez olyan, hogyha... Elfüstölöm, hogyha közelembe vagy, és én füstölgök, akkor ő addig, ameddig ez a füstölő tart, nem tud minket megölni. Szóval, hogyha jön, tehát ha halljuk, hogy jön, akkor benyomom ezt a füstölőt, próbálja közelembe maradni, és addig bebújunk egy rejtek helyre. Oké. Okay. Már jön. Be is csúrott az ajtó, már jön is. Oké, okay, várjál. Okay, jön meg is. Oké, okay, benyomom, és gyere. Jó, menjetek be. Yeah. Még most pont nem erre jött. Ott van, jön, itt jön a folyosón. Kapcsol a lámpát. Lekapcsoltam. Jön, most él ide. Dobál folyamatot. Ajaj. Oké, okay, elment, várjál. Elment, bement az egyik szobába, jön visszafelé. Elment? Nem látom. Te nyitottad ki, Bence? Oké, nem, ő nyitotta ki. Még mindig aktív. Itt a hullád, Dávid. Ha! Igen, bocsánat. Látsz hideget? Várjál. 16. Én nem látom a Beszélj. 6 fok. Jó, van. Gyerek, 8 fok. Nincs lehellet. Nem láttam kamerába leheletet. 12 fok. El kell hagynunk ezt a helyet, mert már... Tehát nincs freezing, emberek! Nincs freezing! Akkor gyertek ki, húzzuk ki a démont. Bence, megpróbálsz beszélni, vagy menjünk? Menjünk, mert már mindjárt jön újra. A kopogó szellem, az mi volt? Az volt a Spirit Box. Milyen agresszívan nyitottad ki az ajtót. Emberek, nincs is freezing! Ti átvertetek volna a cseted! Mint az állat. Szerintem csak ki akartak nyiratni. Hát... Lehet, hogy egy nyugodtabb démon, az nem lehet nyugodt, ez a legagresszívabb szellem. De akkor is kell ez a Spirit Box, jaj, nem? De jó. Hát akkor valami csak volt. Na jó, én azt mondom, akkor maradjon a Spirit Box. Igen, kopogó szellem és Spirit Box, és most már elegem van. Most már megyünk innen. Már fel kell élesztenünk Dávidot. Igen. Igen. Na, most akkor ennyi? Nézzük meg, az kész. Na, hogy kell megnézni? Hát benyomta mindenki? Igen. Itt vagyok veletek szellemként. Na várjál, de mi lesz, hogyha tényleg volt freezing? Amúgy még a Myling lehet.
Mondtam! Na nézd meg! Mondtam! Találd meg a szellem fajtáját és nulla. De legalább nem a, de legalább nem a freezing lett és nem a démon. Hát figyelj, kaptam valamennyit kis... Valamennyit kis járólékot. Igen, egy jó, 160-at. Kaptam. Mit néztünk el amúgy? Mit a spirit box. Elvileg annyi, hát a... hogy a lámpa hamarabb pislogott, mint ahogy hallani lehetett. Tehát halkan támadós dolog volt, és ezzel a miling. Csendben volt, meg ugye zajokat is adott ki, meg dobált is. A kopogó szellem csak dobált, ezért kérdeztem, hogy adott ki zajokat, mert a miling az pont olyan volt. És volt EMF mérő 5-ös szint? Hát ez az, hogy ez volt az érdekes, hogy ezt meg nem látom. Persze nézted végig. Nagyon sokat néztél, de tényleg rendkívül sokat, és mindig csak 4-es volt. Mi? Azt mi mondtad, az? Hogy csak 3-as volt, én meg gondoltam, akkor... Nem volt 4-es is, de leginkább csak 2-es és 3-as amúgy. Nem, amúgy a spirit... De ez nem jelent semmit, hogyha 4-es, nem? Tehát ez olyan, mint hogyha 2 lenne. Na, ez jó volt, még akar. Na, akkor toljuk be a cuccokat, és... Már belelendültem. Jó, csak mondjam... Toljuk be a cuccokat! Hova? Mit dobbunk? Majd Paula mindjárt bevásárolna. Ja, jó, hogy másodperc is vagyok, addig nyálnyomok, hogy kész. Én is addig izé, és iszom egyet. Hát akkor már én is hozok valamit inni, mindjárt jövök. Jaj, csak én vásárolj ebből mindig, mert előbb ezért nem vertem bemenni, mert féltem, hogy kockáztatok. Ugye csak én vettem mindent. Szóval, hogyha felváltva veszünk és el van osztva, akkor az úgy jó, akkor én is be tudok menni a vége fele kockáztatni. Akkor nem olyan nagy, hogy meghalok. Te most amúgy hozzám beszélsz? Aha. Mert csak én vagyok itt, én meg nem hát figyeltem a rád. Nem. Szóval, de jó, annyira tudtam, mert írtál, mi? Igen. Mi az a spré, ez a ghost hunting izé-bizé? Hogy melyik? Van egy ilyen spray-szerű cucc, egy ilyen piros-fehér. Az a só, rá van írva, szólt. Ja tényleg, nagyon rá vagyok. Rá van nagyba írva. Jó. Na, itt vagyok. Én is. Na. Naponta szóval az, alsó hangot. Szóval azt pofáztam, ja, hogy... Jaj, de szépen mondjuk. hogy ne csak én vegyek, hanem osszuk el, hogy ki mit vesz, mert akkor jó. A végén én is tudok kockáztatni, hogy bejövök, mert ugye én azért maradtam így kint, mert ugye elveszítettem volna. Az a baj ezzel az évvel, ez az új shop rendszer, hogy nem tudom rendesen szétosztani, miből mennyit akarok venni, ezért inkább veszek mindenből, és akkor csak én teszek be, azt nem érdekel. De miért amúgy ezzel, mi a baj ezzel a shop rendszer? Nem értem, a raktárból tudod a loadoutba azt hiszem átrakni. Hát de igen. Itt van, megnyomom a pluszt, és aztán ennyi, nem? Nem. Ott van még a buy, meg az add. Aztán a loadoutoknak összeg itt hozzáadásnál van. Ja. Innen, hogyha a loadoutból vonsz le, akkor azt visszarakja a raktárba. Ha a raktárból raksz, akkor azt a loadoutba teszi, és ott utána pedig, hogyha rányomsz a hozzáadra, utána adja hozzá. Várjátok? Na, Paula, megvettem a 80%-át a kiteknek, úgyhogy... Hú, 11 nyugtató, 11 füstös, annyi nem kell. Jeez. Vagy annyi van? Mi? Nem értem, ez a shop rendszer, ez továbbra is érthetetlen. Ja, ez a shop rendszer. Na most egy profit. Oh. És az biztos, hogy jó profit, nekünk lesz? Szerintem a haladó is még jó, elég, haladó, nem? Még egy haladót kell menni, mert mindenki életben nem marad, de utána profit kell. Jó. Én is csak hősies halálom miatt volt. Az, hogy meghaltam. Te vettél valamit, Gergő? Hát mit vegyek? Kérdeztem, nem tudom! Vegyek. Mondjátok, hát mit még vegyek. Még DOTS, EMF, videókamera. Bolt per mennyi? Raktár. És akkor vehetek EMF mérőt, vásárlás. Hozzáadás. Jó, hozzáadtam egy DOTS-ot, még egyet. Meg mi kell még? Mi? Zseblámpa, az nincsen, vagy az nem is kell? Tényleg, amúgy nincs benne. Strong flashlight kell, az meg van 4 is, szóval... Ja, akkor jó. De és nincs hozzáadva. De, hozzá van, lejjebb ja, ja, látom, aha. Azt akartam mondani, hogy naponta 2 liter vizet meg kéne innunk. Alsó hangon.
Ez most honnan jön? Ez most mi? Hát, hogy osztam Béti valót, és hogy ez most közérdekű közlemény, hogy most jöttem rá, hogy én nem iszok meg naponta 2 liter vizet. Egy parabolikus mikrofont valaki tegyen be, meg mozgás... Hogy próbáljam már meg ezt a parabolikus érzékelőt. Mikro... Én nem tudom azt megvenni. Dávid, meg rámész ott, hogy bolt raktál. Igen, de nincs, de hát, hogy szürke nekem. Ja, azt még én sem tudom nincs megvenni. Nincs pénze? De van, nem, nem vagyok elég nagy fiú hozzá. Igen. Love levelek vagyunk. Én ilyen docot, ezt tudtam venni. Na. Na, sikerül? Hozzáadtam egyet? Most fejeled? Igen. Oké. Okay. Bence, meg itt repked. Mehet. Egy frissen épült otthon, egy jó környéken. Állítólag valami földön túli dolog tetejére épült. Ez pont mint a ti lakásodok. Ezt akarom mondani. Igen, indián temetőre épült. Jaj. Na, akkor ezt mondom is, hogy mi lesz, srácok. Vegyétek elő, szellemek. Azt mondja, hogy valamilyen... Hogy most így megtippeled? Mit vegyünk elő? Egy démon, amelyet az elektromosság láplábára alapvetően nyugodt kisötet. Igen. Nem hoztunk állványt. Mindegy. Hát állvány, csak a kezdőknek kell. Mi na, az... én vihetek kamerát, amivel lehet fotózkodni. Pénzkidobás az állvány, hát tudod, hogy szokták megoldani sok videós is, hogy így könyvekre pakol, meg dobozokra. Jó, könyvekre. Fotózni az igaz. Elmondjátok, hogy hogy lehet fotózni majd? Jó, én viszem a keresztemet, jó? Ha. Jobb klikkelsz, és akkor fotózz egyet. Én a feszületes gyerek vagyok. De vigyázz, hogy mennyit fotózom, mert a napló telerakod üres képekkel, akkor nem tudunk többet meg fotózni, és nem lesz pénz. Akkor biztos, hogy Dávidnál lesz, akkor nem, még... akkor nem fotózol, tele lesz selfie-vel. Be ezt kell már osztani. Én csináltam, ezt nem én csináltam. Igen, Dávid a füstölő segítségével ki kell füstölni megint, úgyhogy... Érzéke, a... valakinél van parabolikus parabóla? Nincs, úgyhogy ezt hozhatod. Hozom a parabolikus parabólát. De zseblámpát nem hoztam. Az pedig ő. Hát ez alaphiba. Jaj, zsíj, úgyhogy ennyi már mondanám, hogy... itt van! A mi? Elátkozott tárgya kártya is, plusz. Megvan. Már fotóztad is. Itt lesz, itt a csont is. Ja, hogy googolsz ott. Oké. Okay. Mondjuk a pincébe kapcsolom ez, ez a kártya, a kártyából lehet húzni, de ne húzzatok még. Mi az, hogy lehet hasonló, mint a majom kezed. Mankipa! Az a tiéd volt, az a majom kéz. Az az enyém volt, én kiválhattam tőle. A kártyából így húzogathatod, és lesz, mi lesz. Jaj. Csak húzogatni kell. Óvatosan. Mi a chatről nagyon szeretnék, hogy húzzunk, de nem szabad. Miért? Ja, igazából megvan minden, amit kerestünk, itt van elő. Te nem lehet itt lámpát kapcsolni most már végre? Bence, keresed. Ez mi? Már most már van lámpa. Dudál. A kocsi? El akar menekül. Ötös a kocsinál! Ötös! EMF? Aha. 5 fok van. Itt. Ez nem mi. Most nem az EMF 5 vagy a hőmérő 5? EMF 5. Ahhoz kell a kocsik kulcs. Itt van valószínűleg a konyhában, csak ilyen 6 fok, vagy nem tudom mi volt itt. Hozok kamerát. Csodbe legyen már! Csak itt vajtuk a bejárati ajtót, az bejön a cu. Cu. Itt a kocsi mellett 3 fok van. Na. Lerakok, tényleg, jó az a garázs, az... Hogy kell befejeztetni vele? Mármint, hozom a kocsik, meg kellett... meg kell keresni a kocsi kulcsot hozzá, de megtaláltam. Jó, hogy ledobtam a keresztet, jó? Ledobtam a keresztet, biztos, ami biztos. Szokásos. Kamerát ez meg sem moccan ez az EMF mérő amúgy. Hova rakjam le a kamerát? Oda a pultra, én már kinéztem. Akkor tessék, rakd le. Ide raktam. Nézd. Hogy keresd? Hogy kell lerakni? Én csak állványon tudom lerakni, F vagy G. És így ledobom, az úgy jó. Nem, így nem működ. Nekem meg sem mozdul az EMF mérő, az baj. Na, egyet húztam titokban emberek sunyiba, de ezt nehogy elmondjátok nekik, ezt most nem... Ez maradjon közöttünk, ezt nem tudhatják meg, hogy rossz hallgattunk és direkt húztunk egyet titokban. Amúgy nagyon szépen köszönöm, Andris, tényleg most veszem csak észre a 3. hónapot, nagyon rendes, köszönöm szépen. Bence! Mi az?
Hozzád beszélünk már, Bocs, nem voltam némítva, itt vagyok. Kamelás, hogy rakjuk le állvány nélkül, mert ledobom az asztalra, de becsukódik. Tényleg? Hogy kell erre a lehet, hogy nem baj az. Most például látom. Dob csak le. Villognak a lámpák. Hogy jövőd ki velem, mint valami amatőr youtuber. Igen, látom a vlog videóját, hogy készül. Nem lehet magam felé fordítani. Sajnos. Sajnos lennök, én zsomasz vagyok. Ez itt egy house tour. Igen. Most... ez itt találtam itt az egyik szobában. Melyik gombot kell írás megnyomni, Bence, hogy berakd a kamerát srácok a földre? Én csak el szoktam dobni. Srácok... nézek. Igen. Akkor ezért nem működött sose a tegyel. Lehet, hogy effekt kelletten? Lehet effekt, mondjad. Igen, nem igen. Nem tudom, hogy jelente valamit, de itt van az egyik szobában egy ilyen valamilyen rajz, és azt mondja, hogy táplálj fekete kövekkel, hogy tűz legyen bennem, cserébe felfűtöm ezt a hófötte poklot és otthont. Na várj, ezt most már megnézem, most már miről ezt van szó. Ezt le kell fotózni. Gamer computert be lehet kapcsolni. Ez mi az Isten, amit most te itt letoltál, Dávid? Mi volt az? Hát ez van ideírva. Itt nézd. Ez mi? Ez valami új nekem is. Na hát én mindig megtalálom. De viszont nem adott ki a fotódra semmit, szóval ez nem elátkozottál. Nem lehet, hogy meg kéne nézni izével? UV lámpával? Nem tudtam tenni a kamerát, de látod, így nem ak. Aha. De nem nyílik ki. Nem nyílik. Érdekes. Mindegy, szerintem működik. Megnézem kint. Nem hiszem, vagy de. Most már dupla kamerával. Igen, mit kell egy oldalra. Vittek át a másikat valahol máshová. De biztos működik? Ennyire ide kéne jönni? Nézd már, ahogy megyen, mert amúgy. Megnézem. Itt három. Működik, nem. Hát. Tökéletesen működik, igen. Ott a Ghost Orb, most ez tényleg elszállt. El? Megvan? Elkaptad? Megvan. Akkor bejelölöm. Raiju vagy Obake. Most ha nagyon meg akarom nézni, milyen a rendes ghost. Ha van a Ghost Orb Spirit, nem? Szellemgömb. Mi volt idáig? Szellemgömb volt, és ennyi? Nagyon szépen köszönöm egyébként emberek a fázis kés. A követői cél, nagyon szépen köszönöm. Basszus, leblokkolt az agyam. Mert akartam a Dávidnek mondani, hogy a izé volt a fingerprint. Ja, nem, mi volt itt? Tehát elmefött. Ér gömböcske, ami lassan lebeg. De ez csak por, nem? Nem. Kapcsolta a lámpád. Na. Jaj. Hozod a vlogot? Igen. Jaj, aztok srácok, lányok. Hozom mindenki kamerát és csináljunk egy közös vlogot egyedül. Ez valami amerikai YouTube házas. Igen, a YouTube ház. YouTube ház. És így kamerán keresztül. Jaj! Valakit elborított valamit mellettem. Tényleg olyan, mint hogyha valami vlogot nézik. Várjál, Bence, vedd fel, ahogy. Ez mi? De tényleg itt olyat, hogy úristen, itt vagyunk egy elátkozott házban. Szalaj be, valami ilyetten, hogy valami. Ezt nekiszaladtál a festékeknek. Na igen. Egy sikítás, és akkor csak én kimegyek ilyen ilyetten, hogy... Sikíts valamit! Te sík! Nem tudsz sikítani, hát milyen vlog videó lesz ebben. Meg kell játszani, hogy most valami nagy baj van, és akkor kihanok, hogy Úristen! Bence, gyere! Nézd, húzzuk gyorsan a kártyákból, az lehet egy megoldás. Jó! Valami forró csalog le a lábamon! Forró! Mi? Forró izomúgy a szagú! Nem láttatok a South Parkból a szellemvadászok? Bemennek a szellemvadászok, és akkor így mondja, kamerázza a lábát, hogy úristen, valami forró, csorog le a lábam, forró és ammónia szagú, és akkor behugyozik. Ezt nem, nincs meg? Nem, de megvan, de tényleg megvan az epizód, meg akkor mindenféle hülyesség történik velük. Na és akkor húzzál csak. Hogy kell húzni? Húzzál csak. Jaj, ne. Még semmit nem... Na, ezt itt kintről vesszük fel, ezt a vlogot, ezt innen kintről rakítjuk meg. De honnan lehet húzni? Megfogod a kártyát és... Nézzáltam. De mi? Ez a kártya? Az a kártya ott, igen, az távirányító mellett. Oké, megfogtam, igen. Jobb klik. Aha, de még semmit taszkot nem... Mi volt ráírva? Nem tudtam az ujjamtól elolvasni, Bence. Jaj, Dávid! Akkor húz még egyet, hát ha nem lesz belőle baj. Biztos? Hát... Jó van. Véletlen volt. Na, az, hogy a... The tower, azt mondta. A torony.
Oké, okay, ez nem tudom mit tudna, most már elég lesz, akkor lehet. De mi? Hát ez azért van, nem? Hát ez... Jó, csak lehet, hogy kihúzol egy halált, vagy egy hántot, és akkor ne meghal. Ne hergeld jobban, kinyírod Gergőt. Ja jó, akkor várjatok, amíg Dávid húzgál, én kimegyek. De ez most a torony, nem? Nincs felső szint. A torony az elvileg interakciót csinált valahol, úgyhogy most elmehetünk keresni. Most állad van még a kártya? Nem, hálénik eldobta. Jó, akkor addig bemegyek, addig bemerek benni. Van nátok kamera? Nincs. Amúgy semmi kaszkot nem... van kamera. A parabolikus mikrofont hosszú? Oh! Úristen, de megijedtem, ez mi volt ez a... Én is nagyon nyakamba liheget. Nézd meg itt csak ez az ajtót, hát hagyott újra nyomatot, vagy ilyesmit? Nincsen nálam olyan lámpa itt az ajtót. Nálam van, csak na viszont érdekes, ah, mert nézzétek, én... itt van, újra nyomat. Hagyd nézzem, hol? Ott. Hagyj fotózzam le. Fotóz. De nem látom. Nem oda világítasz. Csak mindegy, nem kell, nem kell világítsad. Csak fotózz le. Oké, okay, lefotóztam. Ez így jó? Ez nagyon okay, fura, három mert csillag. Én kifüstöltem bent a szobáját, és jó, így az az nem, nem pipálta ki. Nem pipálta ki. Miért nem? Oba kell lesz, igen, megfejtettük. Jösszük, srácok, lányok, összegyűlt a csapat. Akkor menjünk innen, nem? És fotót nem is tudunk róla készíteni, akkor vagy ennyi? Ha tetszett ez a kis log, iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot, ne jön! Ott van! Ott van! Ott van, jön ki! Hol? Egy szellem volt. Egy ágyék volt. Majdnem elkapott. Majdnem elkapott. Nem jön semmi, Bence. Jött mögöttem. Felvettem a kamerámra, eskü. Benne lesz a következő vlog videómban. Most itt fogunk állni? Nem tudom, most menjünk már. Amúgy megvan minden, szóval... Ja, akkor menjünk haza. Ez ennyi volt? De nem, mert nincsenek meg a taszkók. Ja. Ennyire lement? Ja, az, halljátok, hülye vagyok, azért nem volt meg a füstölő, kétszer is füstöltem, mert miközben vadászik valaki a csapatból kell kifüstölni. Ezért nem sikerült. Oh. De hát meg... Várjál, nincs is senkinél a parabolikus mikrofon. Ezt az... kérdezem az eleje óta folyamatosan, hogy... De ki vette fel? Volt? Ott van. Itt van lenne a földön. De Dáviddál volt utoljára. Dávid? Azon milyen, nehogy összetörjön, nála már minden eltűnik amúgy. Oké, okay, itt van most jó, a kezembe. Érzékelj, csak azzal megy. Mi a másik? Mi vigyünk egy gyertyát neki és gyújtsunk rá. De nem, hát Polikának 100%-ja van. Hadd vegyek be én is egy ilyen gyógyít. De elvittétek a tüzet. Mégis nálam, elúszik. Nem baj, mert kettő gyertyát gyújtunk majd, akkor nálam lesz a tűz, rágyújtunk és jó lesz. Ez az. Amúgy tényleg nekem is kéne. Hova lett a... Hoppá! Passzik, elgyújtottam. Mi? Elégettem egyet a furgonba, mert azt hiszem, hogy is nálam gyújtó. De már, Paul, ez három fölöslegesen égett el. Akkor hozok még egy... Na várjál, hallgatom. Ha? Jövök, hozok valami egy. Szép helyre. Így jó. Ez nem jó. Így? Mit néztek ez? Mit csináltok? Gyújtottatok egy szép gyertyát. Fényes vacsorát. Hát de tényleg már vannak ilyen fények is, vagy minden. De felteszem. Hello! Tényleg, de szép. Jösszük, srácok. Nem ad ki hangot. Elérkeztünk egy újabb... De most is volt valami hang, hogy ez ki ismeri jobban a másikat? Teg. Basszus! Úristen, majdnem megfulladtam. Elfújtam, vagy lehet, hogy csak Dávid hangerejétől... Nem. Szerintem a hangját. Most hallok valamit? Na. Suttogás. Megnézem, hogy kipipálta-e. Kipipálta-e. Ezt mondta, Ó, kipipálta, mind a kettő. A gyertyát is, igen. Már csak az kell, hogy füstölőség, igen, miközben vadászik valaki a csapatba, ez nehéz lesz. Ezt hogy csináljuk? Hát pláne, hogy most már csak egy füstölőnk maradt amúgy, mert itt szívtad el a kocsiba. Mi, nálam van még egy. Akkor ezt neked kell megcsinálni? Ez azt jelenti? Hol a másik? Mi? Volt még egy csinálni? Benne, nem? Mi? Hova lett a kamerakép? Itt van, becsukódott. De most ott az a baj, hogy én ahányszor próbáltam, sose sikerült, mert Ui. Hiába futottam át a szörnyen szelleme, megölt a francba. Megpróbáljam? Hát vajá, adok. Én meg videóra veszem. Én meg lefotózom, jó pénz. Én meg meghalok. Csapatmunk. Basszus, érte fotóztam egyet. Ne. Most mindenre rányomsz, csak úgy magadta. Nekem van fotózóm. Fotózom ezt a masinét. Ezt a vlog videót, ezt most vegyük fel ezt így most. Most hogy? Hát, igen? Sziasztok srácok! Érkeztünk a legújabb vlog videómhoz, és most be fogok hatolni.
ide ebbe a házban. Nézzük hát. Itt van hát. Veled. Itt van velem. Valahol fordulj oda, Dávid, az a TikTok srác, 400 hello, millió követő. Hello, következő videómban. Táncolj meg, tátag. Én meg perkelek. Ott van, és ott van a... Az Insta kurva. A csaj a csapatban, az Insta kurva. Itt van, találtam egy nyomot. Egy macska játék. És, ó, nem lehet ide fölmenni a pultra, tverkelnék. Sztoriba vegyetek már föl Insta sztoriba. De most ez nem fog jönni? Ez az öreg kis szellem? Húzzál a kártyára, és akkor lehet, hogy van egy felidegesedők. Na, húzok egyet. Adjad ide. Ú, srác, hogy nagyon veszélyes dolgot fogunk most csinálni. Húzunk a kártyából. Unózunk. Na, várjál, csö. Következő. The high. Ez mi volt? Nem tudom. A high. Valami magas valami. Mindegy. Húzzak még? Húzzad. Elbújtam a faszba. Húzok még. Azt mondja, a halál. Jövök. Bújjatok el ide a sarokba. Valaki már itt van. Én... Kapcsoljátok le a lámpát. Megcsináltok? Ki lett pipálva? Jaj, de jó volt! Menjünk! Nem, itt ott! Ez még itt van! Ez még itt van! Mi? Engem akar! Valahol még itt van a házban. Húszak még? De húszál! Jön még. Kopog. Van? Most ment el szerintem. Oké. Okay. Oh. Ezt a mindenit, ez meleg volt! Ez nagyon durva! Ez olyan nézettsége lesz, jű! Úristen! Kipipálta? Halál! Ez a húzzuk még! Ez nagyon jó, halál! És így BOOM! Ezzel sikerült akkor, nem? Igen, megvan minden! Büszke vagyok rátok! Ez nagyon izgalmas volt! Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok, hogy esetleg még nem vagytok! Ezt nagyon tetszett nekem most. Pöccintek rá. Na, ezt valóságban is játsszuk el. Na, nem. Kihúztam, hogy köszön. Halál. Nagyon jó, de hogy megijedtél a hangod? Annyira tetszett. Halál. És így mentél volna ki az ajtót, de már csukódott be. Jaj. Nagyon ijesztő volt. Jaj. Mennyi dollár jött ebből. Szint lépés feloldva. Elfogad. Még lehet, igen, már lehet, lehet utasítani. Nem kell, hagyja. Szint lépés. Pasd meg. Nem kell, ez nagyon izgi volt így. Igen. Halál. Most akkor most jön az expert. A profi. Igen. Jó, meg menjünk, mert ez már nagyon easy. Úgy meg fogunk halni. Igen. Az előzőben én már meghaltam. Kell valamit venni? Na vegyünk, hát persze. Most sem még csak a nagy eresztés, ebben van a nagy pénz, úgyhogy... Na. Még mindig nem tudom megvenni profi, azt a fülelő cuccot. Egy régóta elhagyatott farmháza semmi közepén, ki tudja mit rejt még a falai? Mit rejtenek még a falai? Tipp, a szeremek szeretik azokat terrorizálni, akik a legtöbbet tartózkodnak a fényben. A fényben? Hát akkor ne szeressen engem terrorizálni egy szellem se. Azt mondja, érzékeld a mozgásérzékelővel. Azt mondja, akadályozz meg egy vadászatot. A feszülettel, Gergő! Az az én küldetésem! Az elemez közeli területet. Az nehéz lesz. El. Ja, nekem volna. Idáig minden egyes körben megakadályoztam. Végül is. Mekkora köd van? Nagy a köd, jaja. Viszek fényképét. Én is. Na. Gyere ide, te mocskos állat! Hol vagy? Show yourself! Hát sziasztok, srácok, lányok! Hello! Van itt lámpa? Megjöttünk. Hú, hogy lóg a légykapu vagy fogó. Légykapu. Ja, légykapu. Hol lehet? Hol van a biztosíték? Hát ez az, hogy nem tudom. Hát de kint volt ott a ház oldalán egy. Az nem néztem meg. Jössző, milyen para. Jó, ez nagyon érdekes egy ház. Miért? Érdekes, hogy mindenkinek van a házában egy kép erről a bácsiról. Lehet, ő a szellem mindig. Na most van áram. Tudjátok, mit találtam, gyerekek?
Jaj, ne, nem a kezet. Jaj, ne. Ne, tényleg? Én akkor kimegyek a házból, mert majd mindjárt kihúz, hogy halál. Dávidnak lehetnek kívánságai. Odaadjam valakinek? Nem kell. De hogy hozod a kis kezed? TikTok srác. Hadd fotózzam le. Tedd le, hadd fotózzam le. Én már dobtam a feszületet. Igazi, izé, Instagram. Ez nekem ez már nem annyi új. Vagy nem tudom. Mi? Tehát, hogyha most ezt megnyomom, akkor tudok játék, vagy szellem, játékos, vagy egyéb. Szeretném feltámasztani egy barátomat, szeretném, ha többet tudnék, időjárás. Mi az, hogy időjárás? Időjárás jelentés. Nem, hogy van napos felhősködős idő. Na, az jó, hogyha na, valaki szellem bekapcsolja a... Várjatok, valahol kinyitotta a csapot. Én kintről figyelem ezeket az eseményeket, amit Dávid csinál a kézben. Megvan a szobája. Hol? Minusz egy Dávid, fok. Dávid, az most tartani fogod a kezedbe? Nem, mert esetleg kívánhatnék egy olyat, hogy megjelenjen, és akkor el tudnánk kapni, nem? Itt van fönt, ahogy hát, bejöttek a lépkő. Hát mivel kapjuk el? Hát még semmi nézzétek, nem tudunk. Nézzétek, itt ebbe a szobába, és koszos volt a víz is, meg minusz volt. Úgyhogy aztán fagyos hőmérséklet. Ah, tényleg ez koszos. Ez a fürdőszoba az? Aha, de kitettem a monkey paut, jó? Ledobtam a feszületet. Valami, ezt a koszos vizet, ezt le kéne itt fotózni. Még ez a WC is elég koszos. Lefotóztam. És a vizet is? A fürdőt? Hozok kamerám. De lektem a mozgásérzékelőt is. Az is feladat volt. Király. Hozok könyvet, meg ilyeneket. Meg füstölőt, mert az egyik feladatunk még, hogy ki kell füstölni. Ki kell füstölni? Kamerát hoztam? Aha, hozom már, csak nem bírom rárakni. Kérdezzük meg az időjárásról. Amúgy. Hogy... Kim van az ajtó előtt amúgy? Még ne kérdezzétek meg. Valami sipolt itt kint. Illet pipálva, a mozgásérzékelő érzékelte. Átment rajta, azt szokott pipáló csipogni. Na megkérdezem, igen, hogy itt van-e. Várjál, rakok ide izét, kamcsit. Are you here? Give us a sign. Give us a sign. Jól látszik a kamera, Gergő? Semmi. Most már... Megint láttam valami kis fehéret a kamerán, de én most már... Nézem én is. A bal sarokban. Aha, igen, jól láttad, jó, jól láttad. Na akkor ez az, jó. Okay. Igen, ez az. Akkor fagyos hő meg szellemgömb. Are you here? Na, akkor mi? Hozol be? Fagyos hő, fagyos hő, miért szellemgömb? Dosszot, ott van a lábad közé dobtam. És én meg kifüstölöm a szobáját. A docot meg a kamera elé tegyük le. Megvan a doc? Igen, nálam van. Már hozza. Már hozzuk. Hadd csináljak róla egy szép képet. Give us a sign. Gergő, nem akarod felvenni a monkey kezet? Hol van? Itt van az ajtó előtt, így recseg, hogyha majd balozod, itt van, nézd. De recseg. Hányom, mert tele van a kezem, lerakom a dot. Nem megrecsegtetem ezt a kezet. Könyv van? Oké. Okay. Mit akartok azzal a majom kézzel, amit csinálni? Ledobott valamit. Mi? Nézem közben a kamerát kint. Ezt hogy kell bekapcsolni? Csak hármas. F-fel. Ágban? Földre rakva, oké. Okay. Ledobta a kézmosót. Csampó. Na? Valami... Motoszkál. Ja, írt a könyvbe, írt a könyvbe! Ó, király, tényleg, nagyon aktív. Lefotózhatom? Aha. Ez Revenant. Mondom milyen. Mit tud a hősünk. Erőssége, mikor az áldozatra vadászik, sokkal gyorsabban mozog, mint általában. A gyengessége, hogy a Revenant mozgása nagyon lelassul, sikerül elbújnod előle. Hű, micsoda biztatás. Akkor... Valaki kíván egy szépet azzal a majom kézzel? De hogy kell, itt van a kezembe is. Olyan jobb, menjél be a házba először is. Akkor igen, már csak meg kell akadályozni a vadászatot feszülettel. De várja, hogy jött ki a Revenant? Nem fingerprint volt, hanem mi volt? Oszlighting, igen. Szellemírás, fagyos jó szellem. Akkor csak Revenant lehet. Nem csinál semmit, Dávid. Már elhasznált. De nem, még jobb klikkelni kell. Jobb klikkelek, de hiába nem csinál sem. Nem jönnek elő a cuccok? Nekem nem. Akkor dobd már le. Csak ha bemegyek, akkor megmozdul. De nekem itt van. Nekem nem jön elő, hiába vagyok. Én vagyok a gazdája. Igen, te vagy a gazdája.
Kívánjak valamit? Valami küldetésünk legyen? Szeretném látni a szellemet, akkor azzal nem tudjuk meg. Ne. Hát akkor hozzunk fotót, látni. Meg ilyesmit. Nem? Állítsuk be a fényeket. Igen, de tényleg. Ez most olyan jó. Miért szeretsz kívánni ettől a kéztől annyira? De nagyon menő ez a kéz. Én az időjárásra vagyok leginkább kíváncsi. Igen, igen. Megnézzem! Kívánjak egy időjárást? Na, kívánj! De mi akkor valaki jöjjön be, mert nehogy már egyedül legyek. Le kell fotózni amúgy őt? Le De az kell. Időjárás nem az, hogy hány fok van, és hát, akkor neki jelzi, hogy a szobában hány fok van. Próbáljuk ki, na Paula, úgy tudjuk majd. Jó, akkor megyek. Kérdez! Lerakom a feszületet. Jó. Oké. Okay. Időjárás? A szobájába tedd le a feszületet, hogy ott is van. Időjárás első oldal, vagy időjárás második oldal? De mi ez a hülyeség? Napos időt kívánok. Mi? Micsoda? Azt lehet, hogy itt... Esőt kívánok, tiszta időt kívánok. Ja, ez... Ja, az ég, gondolom, változna. Ködös időt, havazást kívánok. Mi ezt lehet kicsit? Egy napos időt. Kívánj. Azt hittem, ő kíván neked napos időt. Igen. Napos időt. Én is azt hittem, hogy ez... Jó, ez mi? Ó, de menő! De menő! Mi tényleg napos lett az idő? Igen. Hát ez nagyon kedves tőle. Na, várjál, van még akkor... Akkor a szellemet. Na, szeretném látni a szellemet, valaki készen áll? Készen. Nem áll, nincs semmi, de készen áll. Ott van. Ki zárt? Szép. Fotózd! Nem látom! Jaj! Hol van? Ott megy. De nem látok semmit. Amúgy szerintem akkor így van, hogy az első kívánságot megteszi, a másodiknál meg már támad. És meg is ölt! Na! Szerintem amúgy... Megfojtott. Ez lehet olyan, mint a való életben is, hogy csak egyet kívánhat. És a feszület sem védett meg Dávid, pedig ott van a földön. Tényleg. Nem segített. A majom lehet, hogy egy ember csak egyet kívánhat. Nem, hát azt kívánja, hogy lássák. De láttam a legalább a szellemet, csak... Nagyon csúnya volt. Bárcsak ne tettem volna. Az a gond, hogy nem tudtam lefotózni, mert mire lefotóztam volna, eltűnt. Na. Micsoda? Valaki nem... Nincs ott a majom kéz? De le lehet fotózva. Itt van három a kis kamerán, látszik. Na, nem hiába haltam meg, de nem tudja valaki a majom kézzel visszakívánni az élők sorába? De visszakívánhatlak tényleg. Van is van a majom kéz? Ott van a fő. Ott van. Úgy sem használtam ezt még. Jaj, de hülyén néz ki, és akkor mit csináljak velem? Jobb klikkelni kell, nem csinál semmit? Jobb klikkelni? Nem. Mondom, de ez csak Dávidnak csak működik, nekem sem ment. Hogy? Valamit előtte még csinálsz? Nem, semmit. Csak szerintem, tudod, én voltam a gazdája. Muti, megnézem én is. Tessék. Nem, ne, én is hiába nyomkodtam. Fel sem bírom menni. Hogy kell fölmenni? E betű. Megteltél, lehet az a baj. Neked sem megy, igen. Nekem sem működik. De miért? Dávid a gazdája? Lehet, hogy az van, hogy csak aki először megérinti, annak működik csak. Szerintem igen. Én voltam a gazdája. Én vagyok a gazdája. Na de találjuk már meg akkor. Bence a Spirit Boxban nem mondott semmit, nem azt mondta. Revenant. Ez Revenant lesz, nem? De még új lenyomatot látom. Ja, nem volt szellemírás? De volt. Hát már megtaláltuk. Szellemírás, fagyos hő szellem. Megvan, csak még majomkodni akartatok a végén. Cseten se tudja valaki, nem lehet esetleg, nem csak valamit rosszul, vagy... Mit kell ehhez, hogy ezt aktiválni tudjuk? De Dávid nem... Na, ja. Na, megint el. Dávid? Hogy jött csak elégett a kereszt a kamerán, ott te jó! Akkor az utolsó taszkot is mutatja, gyere ki, Bence. Ennyi. Gyere ki, megy. Na, Gergő, ez neked nagyon jól megy. Na, hát én mondtam, hogy én elégetem azt a keresztet, így vagy úgy. Hagyjuk. Téged választott a kereszt. Dávidnak van a majom. Én majom kész. Hát hozom ezt a kezed, nagyon rajta van most a szemem. Nem? Nagyon rajta van most a szemem. Nem tudom levenni róla a szememet. Peace-t mutat. Igen. Vagy lehet, hogy miután megöl valakit. De mert úgy, hogy ötöt kívánhatsz tőle, ugye. Igen. Ez a mitosz. Legenda, mese. De mindig a másodiknál meghal. Csak a másodiknál kinyír, igen. Végülis kívánhatsz a túléled, nem? Jó, rosszat kívántam, az volt a gond. Amúgy lehet, hogy a túlélted volna, akkor kívánhattál volna még. Ez volt csak neked működik. Úgyhogy én találom meg. Egy profit akkor, most tényleg meg tudjuk csinálni a profit amúgy, szerintem. Vehetünk parabolát. Dávid. Én vehettem valamit. Most megnyitottam valamit.
Még nem a parabolát. Amúgy ez mi ez a Magneo? Gyors pisit Magneo. Magneo. Csak a retinz előtte. Ja, jó, várjál. Akkor nem minden? Kell még valami? Még para, gyógyszer, de egy csomó mindent be kell rakni. Kéne, igen. Valaki nagyon tessék. Sugár. Beraktam mindent. Úgyhogy mindjárt jövök. Oldjátok meg helyettem. Tűzvarázsló. Kész vagyok. Ez a kedves kis ház már nem csak arra szolgál, hogy otthont adjon az élőknek. De ez már volt, nem? Igen, de most már az összes házat láttuk, szóval. Itt legalább még nem csináltuk meg. De ennyi pálya van? Hát a sima alapházak közül igen, de vannak még farmházak, meg van még campsite. Hát de nem valami, te üzében voltunk még mi a múltkor, annak idején. A többi az nagyon nagy. De minek hívják azt ilyen, mi is az? Gergő, börtön. Elmegy úgy intézet, börtön? Az is, az nagyon nagy. Hát, és ott is csak egy szobában lesz a szellem? Vagy igen. Nagy, csak, vagy... csak ott át kell nézni, de nagyon-nagyon nagy helyszínt. De az mi? Nagyon baj, hogy az olyan nagy. Hát igen, de... Mi van? Csinálom. Hát az a gondolkozó, hogy melyik pálya legyen, de lehet majd megnézhetjük a börtönt is, csak az elég nagy. Jaj, azon egyszer játszottam, az nagyon... Be van zárva az ajtó, srácok. Kinél mi van? Mit vigyek? Milyen felület van? Fotózd le. Én először a szobát kell, hogy azonosítsam. Tisztítsd meg. Azt mondja, igen, fotózd le a szellemet. Érzékelj, itt van nálam ez a parabolikus cumó. Jó, én viszem a keresztet, az a biztos. Hol le még vizel? Jönnék. Hogy áldogálsz itt? Egyébként ilyen... Jaj, leesik. A konyhában megint nyolc fos. Cukrom. Cukrom. Halljátok? Ja, a konyha lesz. Konyha megint hideg. De milyen jó befőttek vannak itt, Adani. Kés. Ez mi? Víz. A vizet engedtem, de elég tisztának tűnik. Hát akkor jár belőle, figyelj. Itt engedtetek? Jó, Jézusom. Örök az ég. Felmegyek. Vagy nem biztos, hogy ez a konyha. Nem, itt is 6 fok van. 9, 6. Igen, ez a szoba is gyanús. Ez az egész lakás nagyon hideg. Nem megy a fű. Kívánjunk jó hőmérsékletet. Hát de én kívánnék, ha meg lenne a monkeypa. Jaj, csak. Jó. Itt lent voltunk? Te dörög meg villan. Nem tudom, mi ezeket a labdákos hangokat tőletek hallom. Milyen labdás hangokat? Ilyen... Úristen, itt van valami csont! Azt le kéne fotózni. Nagy? Van kamera? Egy rendes emberi csont. Hát kinek mi nagy? Na, itt jó, fent, ez ott az ágyban. Koponya Dávid. Nem egy csont, ez egy koponya. De az is egy csont, Gergő. Hát jó, csak azért mondhattad volna. Az valaki ez a rendes emberi csont. Igen. Koponya. Valaki fotózza le. Nem itt van. Ott attól még le kéne fotózni. Valakinek van? Bencinél van kamera, nem? Vagy nincs? Nálam nincs. Na, itt vagyok. Hol lánál lesz a kamera? Hozd a kamerát, találtunk egy koponyát. Hol találtunk emberi csontot? Lehúzták a budit. Én voltam. Hol van? Jaka, kírtál? Fent az egyik hálószobában. Ott felmész és rögtön az első. Van 20 háló. Fent, melyikben? Akkor is fent van. De melyikbe? Fent. De melyik hálóba? Hát de... Itt nincs. Az ágyon. Felmész és balra. Na, egy fok. Itt balra. Nézd, itt. Itt igen, van az ágyam. Bent az ágyba, elaludtam. Jaj, de jó. Elvesztette a fejét. Megvan. Ötös az EMF. Oh. Hol? Itt? Hol vagy, Bence? Most itt a leghátsó hálószobában az emeleten. Akkor azt már rögtön. Nem, fent. Ah. Akkor ezek csak a kemény lidércek. Ez
Kemény lidérc. Mert fölteszek, a kemény lidércek lesznek. Ezek itt kemény legények. Ó, itt van a izé, megvan a kártya. Hú, hát akkor lehet kívánni. Nagyot lehel. Lehet únózni. Jó, te vagy? Hát csuktad? Jó. Mit csináltak? Hát nagyot lehel. De nem minden lehellet veszélyes. De meg kapcsolgatta a lámpát, meg mindent, ijesztő dolgot csinált. Nem tudom ki menni. Menj már! Engedj, Gergő, állíts! Mit csináltam? Próbáltam kimenni. Várjál, mert nekem kéne az a lámpát. Várjál, nekem meg kell hallgatnom. Kidobtam. Are you here? Feladatok. Le kell fotózni. Give us a sign. Parabolikus mikrofon. Are you here? Most hallgatom. Mi nem kihúz? Mondta, hogy shut the fuck up. De meg se szólalt. Do something, Cody. Várjál! Melyik szobában van? Do something, Cody. Volt valami hang, ilyen de ez lehet, hogy valami más nem. Szomszédtól jöttek ezek a hangok. Ezt mondta, Aha, tényleg, nyugi is hang. De nem pipált ki semmit, hogyha az a kérdés. De még ezzel a decibel mérővel se? Decibel. Decibel. Húztam közben kártyát. Dolt projektort hoz valaki? Hoztam. Jaj, de jó volt. Are you here? Van szellemgömb. Szellemgömb, ez az szellemgömb. Első idég? Igen, van szellemgömb. Mert csak a rajú, meg az obake van. De miért, mi volt még? Ja, az ötös elve. Elve föt volt. Are you here? Ez kinyitogat. Give us a sign. Az obeka, de obeka az újra nyomat lenne. Nézd már meg Pala, hogy kihúz, vagy kipipálta ezt a... Igen. Itt van! Ú, basszus. Ó, eldobtam ilyettembe a feszületemet. Valakinek van, otó, vagy ilyesmi. Mi? Nincs. Rajú. Rajú az doc projektor lehet a rajú. Miért cipeled a kis feszületedet? Bence mondtad, hogy... Van, tettem be oda. Én nem láttam még Dotson futkorászni. Jaj, de nagyon nézd meg, hogy onnan jött ki, a fürdőszobából jött ki az ajtón. Kicsit balra kéne tenni azt a kamerát. Valaki, vigyek egy kamerát? Vagy már vittetek? Van, fényképezünk. Van, kicsit. Ja, fényképezünk. A másik, vagy új lenyomatot kell találni? Van új. Új lenyomat van? A kettő akkor is. Akkor obake. Akkor csak obake. És mi a küldetés még? Obe. De ezt kérdeztem, hogy a parabolikus mikrofonnal az kipipálta, és nem mondta senki. De, előbb mondtam, hogy kipipálta. Füstölővel valaki fotóz le a szellemet, akkor mindenkinél van egy fényképezőgép, ha biztos... Én kifüstölöm. Most be kéne venni gyógyszert. Én már bevettem, finom volt. Rendben is jött. Na, a B-rendszerem. Mert nem bírom. Igen. A B-rendszerem rendben is jött rögtön. Jó volt. Na, de gyorsan elégeze valami. Kipipálta a füstölést? Most vagyok és megnézem. Te itt várod a szellemet, jó uram? Hát én várom, hogy le tudjam fotózni. Én is várom, hogy beállunk keresztbe. Jó, egyébként biztos lefotózza. Jó, már csak le kéne fotózni. Meg is van! Fotóz, miért nem? Lefotóztad? Meg hát. Jó. Igen, megvan. Maxosak vagyunk. Húzzunk innen. Ez profi volt? Szellem van. Aha. Nagyon profik voltunk. Ez profi volt. Mert én még nem értem ki. Gyorsan húzok a Dávidnak kártyát, hát esetleg megtámadja. Halál! Igen. Halál. De jó képeket rögzített. Ennyi, maxos, hát ez hihetetlen gyors volt. Az ott a szép fotóm, de is ez a Benci. Úgy de csúnya amúgy. Nagyon randa nagyon, ez nem volt szép. A hentes az szebb volt. Hentes bástya. Ami hentes. Mi kaszás, a hentes. A hentes. Obake. Obake.
Bakke, ó. Ezzel aztán kaptunk egy csomó pénzt. 226. Feloldottam én is, meg a hangérzékelőt is. Ez most végre kifizethetem a hiteleimet belőle. Igen. És akkor mit mondtatok, hogy ebből adózni is kell? Ebből még adózni kell amúgy a nap végén. Na jó van. Újra is belül a kamerám, úgyhogy. Jó van, akkor jó éjszakát. Jó éjszakát. Vagy, éjszakát vagy, éjjjj, vagy nem jó. Tudom, hogy adtok el, de... Még valorantot játszunk? Még valorantozzunk, de... Persze, valorantozhatunk. Jaj. Akkor jó éjszakát. Akkor csak én köszöntöm el egy ideig. Mit? Dzsengázni. Majd leszek később. Sziasztok, sziasztok, köszönöm a játékot. Hali, hali. Hali, hali.